Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk, 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hétfő van, üdvös hétfő. Hello, Feri, hello, hello. Sziasztok! Jó reggel! Drága hallgatók, itt vagyunk, és tényleg csípős a reggel, tehát ez nem ijeszgetés, de 12 fokot sikerült mérni az autóval, amikor beültem, az elég kemény, itt 13-at. Úgyhogy nincsen túlságosan jó idő. Még maradt a forró meccs hangulatból, tudod, itt az ülői út mellett. Ja. Az egy fok, mire beértél. Az igen, az forró volt. Forró meccs hangulat, igen, minden ellenségünknek hasonlót kívánunk. Miért? Beszeg vagy? Meg vagy fázva? Ja, igen, hát srácok, az van, hogy berezget a létsz, hogy jövök el, mert pénteken elkezdtem egy picit így meginulni lefelé a lejtőn, így egészségügyileg. Na. A orrom meg a torkom is kezdett el egy rakoncátlankodni. Én mondjuk így hétközben már jeleztem, hogy szerintem egy picit a légkondi hideg, de hát ugye nem vagyunk egyformák, van akinek kellemes, van akinek kevésbé. Nekem úgy tűnik, hogy kevésbé. Tűrtem. Bíztam az egészségem, bíztam a krupacél szervezetemben, de hát ez most nem jött be, úgyhogy a hétvégén nekem rá is ment erre a sztorira. Akkor nem volt futás, mi? Ráadásul szombaton volt, szerencsétlenek, annyira sajnáltam mindenkit, aki szombatra tervezett bármiféle ilyen kinti rendezvényt, hát ők nagyon-nagyon rákerültek a rossz végére. Mondtam neked, hogy 17 fokra állítsuk, ne 16-ra légy. Hát az a baj, nem tudok nagyon melegbe dolgozni, de nem volt olyan hideg, ráadásul pénteken én nem is voltam, tehát nem pénteken fáztam. Igen, egy ilyen folyamatos hétfőtől péntekig tartó időszak volt, úgyhogy a hétvégén elég sokat rákoktam. Pénteken már fűtöttünk, de késő volt. Pénteken már ment a meleg, mi? Pénteken már 28 fok volt. Dőzsöltünk, apám. Úgyhogy nem volt jó. Az idő viszont tök jó volt már. Tegnap, de szombat, basszus. Hát az elment. Az elment, szerintem mindenkinek. Az nem is emlékszem, hogy milyen idő volt szombaton. Mi volt szombaton? Rossz idő volt? Tényleg? Én nem emlékszem. Esős, ez már ez a tipikus őszi időszak, bár azt mondjuk, hogy most az egész őszünk egy picit melegebb lesz, mint amilyen egyébként lesz az jó szokott. Hír. Tehát, hogy az így viszonylag jó hír, meg szárazabb is lesz, de ezt a mind. Úgyhogy ez volt. Az jó hír. Kipihented magad péntek reggel, tudtál gyönyörű televízió műsort csinálni. A gyönyörű televízió műsorokat forgattam, gyerekek, a Név szolgálatában álltunk, úgyhogy ez majd már látható is leszem sokára. Pihentem, igen. Hát én 9 óra körül indultam el a munkával, 9:30 körül, még hallottam pont a kanibálokat nálatok, hogy itt voltak, azt hiszem ők voltak 9 óra után. Milyen hülyé hangzik. Nálatok, igen. Hallottam nálatok, hogy itt voltak. Ne, tudtam egy kicsit pihenni, igen. Ezzel mikor lesz az új? Elhatárolódott egy picit. Korán van még a csipkelődésed. Hallottam őket. Mikor lesz az új műsor? Mikor lesz az szombaton? Új, igen. Szombat este. Ugye az egy perces nyers az már nem új, ez egy ismerős formátum, tehát hogy ezt tudja az ember, hogy mire számítson tőle. Azt már nyáron meg legyártottuk. Hát és mi a harmadik? Még van a talent. Perces... Ja. És van egy ilyen szombatesti ilyen kis ökörködés. Szombatesti kis ökörködés. Azt csináltuk most. Mm-hmm. Így van, és még valami, hogy hívják, a felpolírozott csillagszület. Igen, és van a megújított csillagszületik. Mert ugye ez tulajdonképpen hát az. Csak más a formátum. Én az újra vagyok kíváncsi, az új műsorra vagyok kíváncsi. Mert most így, amennyire láttam, hogy Bence... Jó volt. Persze, jó volt nagyon. Na. Egyszer, nem tetszett? Egyszer. Nézted egyszer? Hát kétszer már nem biztos. Igen. Hát semmi. Tehát, hogy semmi extra, úgy várta volna az ember, hogy történjen valami, de azért sok minden nem történt abban a műsorban, úgyhogy ez nem annyira érdekel, de a vízi az új. Hát mi vagyunk utána, úgyhogy nem tudom, ha ott elkapcsolnak, akkor mi bajban vagyunk. Nem, hát akkor mit tudom én. Ott nagy lesz a baj. Annál markásabb lesz a különbség. Hát így van. Igen, ez a párkereső, ebben én is belenéztem, mert ez egy ilyen limonádi történet. Egy ilyen kis limonádé. Olyan kis súlytalan. De igen, a nagyjából a külföldi formátum is ugyanilyen súlytalan. Tehát egy bejössz, kicsit bohockodsz, és akkor ott mennek az osztások, és akkor utána a csajok elviszik a pasikat randizni. És akkor a csajok már viszik? Na, vagy a pasikat, csajok. Akit választ, igen. Gábor is azt hozta a megszokott szintet, az utóbbi években megszokott szintet.
Avagyis? Egy hangárvölgyi show. Szóval csak egyet csináltak belőle. Hát az is basszus. Tehát, hogy akkor már de mondj konkrétan, hogy milyen? Hát figyelj, ugyanolyan. Hát milyen szart? Jó? Nem vicces? Nem, hát olyan, amit megszoktunk tőle, de hát olyan, amit megszoktunk tőle az elmúlt években. De mindenki más szokott meg, mert egy fél ország röhögölt. Ez nem kategória, hogy megszoktat. Én nem tudom, hogy ott nem tudják lecserélni azokat a szerzőket, akik az utóbbi években a műsorral együtt égtek ki. Tehát, hogy ott nem lehet, hiszen nem kéne már. Tehát, hogy amikor érzed azt, hogy van egy ember, akinek van egy nagyon komoly nimbusza, ugye a múltra való tekintettel elsősorban, ugye az ország első számú parodistája volt, meg hát, hogyha ha megnézem a régi anyagokat, még mit tudom én, egy vágó paródiát, vagy azok nagy klasszikusok, ezek zseniálisak voltak, igen. És valahogy szerintem a szerzők hiányoznak mögül. Rossz kritikát tehát, is kapott, olvastál. Így van. Gyurunk vaze volt. Nem. Szombat este házi buliba voltam, nem tudom, gyereke. Ja, klasszik házi buli. Jézus, van még ilyen. Klasszik házi buli. Házi buliba voltam szombat este, úgyhogy én nekünk csak ott ment háttérben a tévé, de lehalkítva, tehát csak felüvöltöttem, amikor megláttam, hogy Gábor is volt, olyan retro érzés. És a Bencét is láttam, hogy angyalszárnyal a hátán ugrál, és mondtam, hogy ezt talán én már nem biztos, hogy bevállaltam volna, úgyhogy... Hát már nem, lehet, na de, az elején... Jó érzékkel választottam műsort, amikor felkínálták az őszi palettát, hogy mit igen és mit nem, ezt már nem biztos, hogy csináltam volna, hogy... De nem láttam a Gábölgyit, csak nem, a szokásos képek, a szokásos... Nem a mesterrel van gond, tehát nem a Gábölgyével van gond, hanem szerintem az a szerzőgárda valami mögötte van. Én meg szerintem... De szerintem, arra ő is rábólít. Szerintem humorban már egy kicsit azért túlmentünk. Igen, ezen, de a humort azt nem ő hozza. Hát az igen, ő hozza, ő, de persze. Például nekem fura volt tényleg, hogy amit írta, talán Szabó Zé írta a kritikát az Indexen, most nem a Six írta, hogy mindig mondják, hogy nem volt, nincs alany, meg nincs senki, akit lehetne. Na most például azért az M1-et az elmúlt egy évben nagyon sokat elkészték, jó, talán jókkal is. De Balázs, tehát, parodiát nem lehet parodizálni. Na jó, igen, parodiát nem lehet parodizálni, de hogy miért nem nyúlt hozzá például a Gábölgyi az M1-en történő dolgokhoz, ahhoz a fajta csúsztatáshoz, ahhoz a fajta szerkesztéshez, ahhoz a fajta propaganda televíziózáshoz, ami ott zajlik. Miért nem csinált ebből geget? Nem is értem. Századszor a Barátok közt nem, meg 26-szor nem tudom melyik sorozat, az jó. De hát azért az egy nagy labda volt, hogy ezt kihagyja. Hát, legalábbis mondjuk az M1 indulásával kapcsolatban. Hát azért ott napokig nagyon szörnyű dolgok. Néztem a hétvégén is egyébként a migrációs történettel kapcsolatos bejelentkezéseiket. Hát nem múlt el minden. Nem volt erős? Nyomtalanul, igen. Hát kemény, igen. Az egész... Nagyon. Én nyomott is voltam egyébként, emiatt nagyon sokáig néztük mi is így a tévét, és hát én nem tudom, hogy ennek az egésznek hol lesz, meg hol van a vége. Egyelőre. Mármint a menekült hullámnak. Tehát, ez a vége még sehol, mert sehol. Most meg így jönnek. Sehol. Sokan a tév, ezt, ahogy mondtuk mi is, kicsit megfogja, de a tavasz meg megint elindítja a dolgot. Igen. Meg mikor lesz vége az M1 technikai zűrjeinek is. Igen. Tehát, hogy talán a tavasz megfogja. Két dolog foglalkoztat az életben. Igen, de nem hiszitek el egyébként, és kapcsoljuk egyébként a kollégát, aki kim van jelenleg is a stúdió. Igen. Igen, mindjárt kapcsoljuk. Nem tudták kapcsolni. Nem tudták nagyon kapcsolni, és majd a technikus kollégák összerakják a jelentet, hogy össze a kapcsolni. Addig pedig kapcsoljuk Lacit, aki kim van a keleti. Nem kapcsoljuk, Laci? Láttam, hogy elképesztő, igen, és ez sok pénzből, és ez kérdezi, hát mennyiből meg kinek nem a pénzből. Elég értem még. Igen. Úgyhogy, na mi volt ez van, például rászoktam egy nagyon érdekes dologra, ezt nem is mondtam nektek a múltkor, hogy elkezdtem fotózni a tévét, és ez is egyébként többek között az M1-nek köszönhető, és amikor inzertben kint van egy felirat, és akkor azt látod, hogy egy mondatban két helyes írás hiba, és föl van 10 percen keresztül. De mi volt, tudod? Hogy melyik pontos évvel, vagy mi volt? Hát figyelj, várjál, azt mondja, hogy mindjárt megkeresem. Mert szerintem olyan a szoftver, hogy egyszer kiírod, nem lehet levenni. Aha. Tehát csak a végén tudod levenni, nem lehet belejavítani. Akkor ez lehet. Akkor ez lehet, jó van, na, hát akkor megnyugodtam. Figyeljetek, hát egy tényleg egy vicc volt. Egy vicc volt, és akkor itt tudod, így 10 percen keresztül fönn van, de 10 percen keresztül. Hát, hogy egyszerűen nem, senkinek nem törik föl, akkor mi van? Technikus elmegy, iszik egy kávét. Nem, a technikus más. Ja, nem, mert ha csak egy kávét inna, akkor visszaérne. Hát annak kéne ügyesnek lenni, kapucsino, sok habbal.
aki ír, annak kéne ügyesnek lenni, a technikusnak már erre nincs energiája, ő őrül, ha hang van, meg kép. Ja. Hát, ugye? Ez ki, nekünk kevés, elég, ő őrül, hogy ez van, ő már feliratra nem tud figyelni. Ugye, amíg megtalált, mi lett a román magyarra, vagy magyar románnal, mi van? Hát buktunk egy rakat pénzt a Janival, mert fölhívtuk Frabátót pénteken, te az a drága ember úgy mondta nekünk az okosat, ők tarot kártyát vetett, igen, és abban benne volt, hogy 2-1-re mi nyerünk. Mi egy picit itt fölsikoltottunk a Janival, volt egy ilyen, hogy egész biztos, de ő nagyon hit benne, úgyhogy mi föltettünk rá egy rakat pénzt. Fél időben 1-0 oda. Egy oda, aztán 2-1 ide a végén, és hát ehhez képest 0-0 lett. 0-0 lett, és gyönyörű verekedések voltak, viszont ha arra lehetett volna fogadni, hát az... akkor... Csak ez most mit jelent? Tehát most akkor mi van? Hogy elbuktuk a pénzünket a Janival, ma megyünk Észak-Írországba, akiket rommá kéne verni. Nem, visszaadom majd a maradék pénzedet, Feri, nem tegyük fogadunk, nem tesszük föl. Vagy ha feltesszük, akkor majd én mondom meg, hogy mire tegyük fel, és nem pedig a Frabátó. És még az volt a szerencs, mert a Feri elég bőkező volt így játékpénz ügyileg, és én meg hát ugye óvatos duhaj, ahogy lenni szokott, és mondom, persze más pénzével meg aztán pláne nem hazárdírozok, úgyhogy csak a negyedét tettem fel annak, amit a Feri adott. Én oda vágtam egy 10-es, mondom, Jani. De egymással? Nem. Nem, mind a ketten. Sportfogadás. Tudom, mennyi pénzt nyertünk volna? A 10.000 forintra, ha bejön a 2-1, akkor 360.000 forintot nyerünk. Ahogy egy kedves hallgatók írt, ami hittünk, mi megbíztunk Figaróban. És ha Figaró azt mondja, hogy egyet fél időben hoznak a románok, aztán még erre válaszolunk 2-vel, és akkor 2-1 a végén ide, hát akkor... Akkor nagy kaszra most mi van? Tehát most kiestünk végén? Nem. Hát melyik mondat jön a matematikai esély még mindig megvan? Tehát a szokásos mondat az megint elhangzik, hogy a matematikai esély még mindig megvan. Az megvan, minden idők leggyengébb román válogatottja ellen. Igen, de ma meg kéne ruházni az elég erős íreket. És vagy északi. És akkor mi történik utána? Hát akkor benn vagyunk biztos. Hol? A mibe elődöntőbe, vagy hogy hívják ezeket. Hol, kín vagyunk a VB-n? Dehogyis, EB. Ja, akkor sem vagyunk ki. A világkupa. Akkor sem vagyunk ki. Kín vagyunk a kekbe? Nem vagyunk akkor még kint. Hát most egy döntetlen után egyből egy nyeréssel nem hiszem, hogy bárhol is kint lennénk egyébként. Úgyhogy, hát kíváncsiak. Na, én nem néztem. Nem vesztettél semmit, de hát igazából az volt megint az élvezeti értéke a meccsnek, hogy a halál unalmas volt, mindenki azt mondja, meg azt írja, hogy a jó szurkolói magatartás, én azt szeretem, tehát előtte megversz valakit, aztán a meccsen megversz valakit, aki melletted ül, már azt is vered, pedig egyébként a haverod, de nyilván, és amikor kijössz, akkor pedig mindenkit megversz. Tehát akkor már akkor ellenségkép van benned, hogy megkeverni a rendőrt, a járókelőt, a Mindenkit, és akkor egy pontot azért itthon tartottunk, és akkor nagyon örültünk, annyira örültünk, gyorsan felborítottunk egy autót, és fel is gyújtottunk. És én arra gondoltam egyébként, hogy az, aki ezt felborított, tehát nyilván nem egy ember volt, vagy több ember, én azt kívánom nekik, hogy jó sokáig dolgozzanak ők is egy autóért, aztán pedig valamelyik meccs után valamelyik haverja vagy haverja, éppen akkor, amikor nincsenek együtt, borítsák már fel azt az autót, azt gyújtsák már föl. Jó, aztán még fizessen majd a nem létező autó utána. Különböző, hogy hívják okat, a kamatokat, meg a kölcsönből visszamaradó kis összegeket. Szóval, hogy tényleg, tehát, hogy srácok. Igen, ezt már nem tudom minek kell. Ennek még köze van a sporthoz. Persze. De azért még persze, még a keleti környékén, még Petárdában megdobálták a migránsokat, és beléjük kötöttek, aztán kettőt gyorsan kirántottak közül, azt jól meg is verték őket, de hát még jól is járt. Igen. Jó, de jó. Két ultrát kikapta. Persze, meg is rugdosták őket, tehát hogy azért azok sem voltak hülyék. Helyes, tök igazuk. Mire vagy dühös ilyenkor, amikor így ultra vagy? Mert ha nyer a csapat, mi akkor is verekszünk, ha veszít, akkor is verekszünk. Hogy olyankor mi a baj? A rendőrökre. Aha. A mindenkire. De az életre? Így, persze, mindenkire. Én nem hiszem, ez nem is a meccsről szól, ez arról, hogy van egy terep, egy szintér, ahol te most kiadhatod és őrjön kell. Igen, de mi ha nyerünk, azért, ha vesztünk, azért csak itt az őrjön. Csak mindez Magyarország felirat a pólóban teszik. Igen, szörnyű. És meg ez a gyújtogatás az volt tényleg most, hogy fölgyújtunk egy autót, az volt a csúcspontja. Hogy az abszolút értem. Hát mondjuk egy 0-0 után megértem. Vagy egy-egy után, tehát már nem értem meg, mert nem elfogadható. Vagy várja, ez örömtűz volt? Annyira nyomorúságos, gyerekek, ez a magyar futball, hogy ez valami elképesztő. És még mindig kimennek emberek, és még mindig reménykednek, és le a kalappal a magyar emberek előtt, aki még mindig kimegy, és még mindig azt hiszi, hogy majd most. Tehát 20 éve ez a majd most történik, 86-9, 30 éve lassan, tényleg, ugye 80.
hogy na majd most, és 30 éve járnak ki, hogy majd most megtörténik. És aztán elkeseredettek, hogy nem. De hát ember, mire vártál, vagy mire számítottál? Egy gólparádéra, a gyönyörű magyar játékra, hát 4-0-ra? Nem, egy-kettő egyre számítottam én a befektetett pénz miatt. Tehát tényleg mire számított? És hogy újra szeretnék, hogy a családi program lenne, és hogy visszahozni a régi kettős rangadók hangulatát, és stb. Persze, mondom, ez lebegjen a szemetek előtt, ha magyar futballról van szó. Videóton, Poznán, kapuralövések száma, videóton 0! 70. perc. Hát ez mindent elmond. Ez mindent elmond. Ez olyan, mint amikor a tanárt megkérdezik a 11. órában délelőtt, hogy megtanító gyerekek száma 0. Orvos, nem? Műtétek száma délután 2. Sikeres műtétek. 0. 0. Pékek. Megsütött kenyerek száma. 0. A futballista megteheti. 70. perc, kapura lövések száma 0. Az öt mindegyik lábát le kéne vágni. Igen. De tényleg. És az új, tegye fel a kezét, aki tudja, hogy mire játszák a futball. Hazaadásokra nem Lajos, nem Lajos, egyes, egyes, igaz, még valaki. Egyes, annyira nagyon nyomorúságos. És az új Szevcsi kapcsi, hallottam így, fiatalok, Szevcsi kapcsi, elégedett volt. Mivel? Hát azt nem tudjuk, de ő azt mondta, hogy szerinte ez így jó. Az nem érdekel, mit mondott a Dárdai, az érdekel. Nem nyilatkozott. Ő nem ment ki. Azt tudom, hogy nem ment ki, de nyilatkozott. Azt mondta, hogy rosszul esne neki. Nem, az ő nyilatkozott. Nem, ezt kíváncsi lettem volna. Kíváncsi lettem, hogy ott mond. Na, nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink. Reggel állunk, 5 fok az igen. Ajjajjaj. Román verte a románt a meccs alatt. Most furcsa mód nem verte a magyar a magyar, vagyis csak rendőr a huligánt. Szala írja, szomorú gyerekek, szomorú. Hát igen, egyébként igen. Azt mondja, hogy nem is néztem a meccset, mert vakon bíztam Frábátóba, köcsög. Szatyi küldte nekünk. Gratulálni Kis Norbinak a vasárnapi első helyhez. Ő ugye a kamionvezetőnk? Igen. Kamionsofőr? Itthon volt végre, nem is tudom, sok-sok év után hazahozták végre ezt a kamionversengést a Hungaroringre, és akkor Norbertünk oda csapott. Oda vágott, igen, és gyorsan, igen. Gyorsan és gyorsan ment. Igen. Az ez helyes, igen. Az helyes. Ő felfogta, hogy az a verseny miről szól. Érted? Elő kell menni, Norbi. Érted? Jó, elő kell menni. Nagyon örülök, meg drukkolok neki. Ha van valami, amit még sose láttam, az a kamionverseny. Állítólag parádés buli. Tényleg? Aha. Életemben egy kört nem néztem be. Mert vannak ezek a drabál nagy állatok, akivel találkozol az úton, egy nyerges vontat valamit, ami lassú, ami mögött dudálsz, hogy menjél már, ne előzzél, és ott a pályán ők ilyen 160-akat mennek úgy, hogy besírsz, olyan sebesség van, meg olyan tempó. Állítólag nagyon jó, aki volt kint, nekem most volt egy ismerősöm, plusz van egy ismerősöm, egész pontosan a Béka, aki még tizenvalány évvel ezelőtt volt kint, amikor rendezés, és azt mondja, hogy olyan a hangulat, hogy össze se tudod semmivel hasonlítani. És náluk is olyan, hogy kiállás, meg kerékcsere, meg ítélek, és ugyanúgy frissítenek, hogy a török kamionosok szoktak frissíteni a parkolóba. 2000 lehet, igen, ugyanúgy van a depó. Be kell állni kicsit a depóban. Na jó, az a baj, hogy a kapucsunk lett a legjobb játékos. Ez igaz? Tényleg? Az mindent elmond, gyerekek. Az mindent elmond, hogy a kapus lett a legjobb játékos. Srácok. Lőttünk kapura? Kapura? Miért lőttünk volna? De hogy valami statisztikát. Küldjetek már statisztikát, biztos van hallgatók, aki vágja ezeket. Volt kapura lövés? Persze. Isteni szerencse. A mi kapunkra? Ja. Vagy az ellenfél kapujára? Is. Nem mindegy, hogy melyik kapura, ugye? Hát hova lövöd, Józsi? Hülye vagy? Hát térfélcsere volt. Nem erre támadunk. Jó, szóval volt kapura lövés. Volt. Megnyugtató átlag. Ez egészen megnyugtató, hogy lőttünk kapura. Eltaláltuk? El. Az irány az már jó volt. Atya Isten. Na, lehet jelentkezni játékra, jó, ha valaki játszana velünk, írjon SMS-t, hogy honnan ír, miért játszana, mit szeretne velünk tenni. Nyugodtan jöhetnek az SMS-ek, jó? Én kint voltam a meccsen, nem vagytok igazságosak, hívjatok. Miben nem vagyunk igazságosok? Abban, hogy fölgyújtottak autót, hogy összevertek embereket, ne szórakozzatok már, én értem, látom, mindenki írja, hogy dehogy mer a 100 ultra, az engem rohadtul... De róluk beszéltünk. Azt meg engem marhára... De nem mersz ki, tehát ettől függetlenül, hogy 20 000 magyar meg kint volt egyébként, akik állítólag nagyon rendesen szurkoltak, és utána hazamentek, lefeküdtek... Nem is róluk beszéltünk.
de beszélhetünk arról is, de egyébként, hanem tényleg akkor arról a százról beszéltünk, meg hogy könyvgázt lőttek a békés tömegbe. Biztos vagyok benne, hogy igen. Nyilván az úgy van, hogy én például megyek az utcán, érted, tök rendesen, és mindig rám ugrik minden rohadt nap egy rendőr, és csak úgy megver. Uh-huh. Nem mondjunk már ilyeneket, gyerekek. Itt a 100 vagy a 200 hülye tök miatt szívott a 20 ezer. Így van. Ennyi. Persze, így van. Persze. Tök mindegy. Én elhiszem, hogy te rendesen ültél, csak az összes többi meg nem. Hát most... Persze, mert nem a rendesen szurkolókról beszélünk, nem, hanem a huligánokról, hát az ultrákról, hát aki kiment, csápolt a gyerekkel és drukkolt a magyaroknak, hát most ezt tevegyétek magukra. Szomorú az, hogy tényleg ezek az emberek így Magyarország felelőtt a pólóban teszik azt, amit tesznek. Na, meghallgatjuk Ákos legfrissebb híreit, lehet jelentkezni játékra, mi pedig jövünk a hírek után. 9 perc van pontosan, 7 óra, jó reggelt. Kívánom mindenkinek, tényleg felborult egy kamion a kanyarban, Máté küldte nekünk. Gyálom érnek a Körösi úton, egyébként semmi célú nincsen, Mr. Robot küldte el nekünk. Nagyon sok hozzászólás még a meccshez, és igen, hát itt aztán írogat nekünk mindenki, hogy mit csináltak a szurkolók, hova lőttek könnygázt a rendőrök, mit csináltak az ultrák nem egyenlően. A huligánokkal és a planetáriumnál állítólag várakozott 10 000 ember, és oda belőttek, és ez az egész számra teljesen értelmeztetetlen, mint jelenség. Egyébként, de hát igen, szóval... Nehéz ez kívülről, megítélni. Nem voltunk tehát, ott, persze. Hát. A huligán meg az ultra, mi ezt készséggel elfogadjuk, hogy az ultrák nem azonosak a huligánokkal, azt nem értjük, hogy, vagy legalábbis én személy szerint azt nem értem, hogy akkor az ultrák, akik ráadásul valószínűleg minden meccsen látják ugyanezeket a huligánokat, hogy miért nem dorgálják meg őket egy kicsit, miért nem intézik el akkor úgy maguk közt ezeket a dolgokat, hogy ne az legyen, hogy ezek alapján a huligán. Tehát, hogyha oda mész ahhoz a huligához, aki verekszik, meg rendbontó, és ezt összevered, meg összevernek téged, akkor te ugyan egy kalap alá kerülsz velük, gondolom, nem? Hát az ultrák, ha ők az ultrák, akkor ők nem akarnak verekedni, csak drukkolni. Majd akkor azért nem megy oda verekedni, mert nem akar verekedni. Oké, de 20 000 ember nem tud 100 embert megfékezni. 20 000 ember? Hát de most 20 000 ember hogy fékezzen meg? Hát ott állsz gyerekkel, családdal, a barátnőd, de most szaladjál neki 100 kukarontó kopasz izének, akik meg ott ordibálnak meg. Hát itt az bombákat dobálnak, nem tudom, miket csinálnak, hát az nem elvárás. Az ultrák szerintem nem annyira hozzák így, ők inkább ilyen magányosok, vagy a társaikkal együtt jönnek ki, tehát családot ők annyira nem hozzák ki, de biztos vagyok benne, hogy az ultráknál is van egy olyan kemény mag, akik mondjuk ezeket a dolgokat így el tudnák intézni, pontosan azért, hogy ne ezek alapján az emberek alapján autókat borogatnak fel, gyűjtenek fel, ítéljék meg őket is. És mondjuk miattuk nem menjenek ki a meccsre. Igen. Na, játszunk egyet, jó? Aztán majd még lehet, hogy erre visszatérünk. Itt van már is játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Hello, jó reggel! Sziasztok, jó reggel! Hello! Laci vagyok. Laci, hello Laci, honnan hívtál minket? Békés Csabáról. Békés Csabáról. Lacikám, kivel szeretnél játszani ma reggel? A Janival. Janival? Ó, na most meglepjél. Jól van, Janival. Azt hitted, Békés Csaba, én jövök, mi? Hát egy picit igen. Janival. Na akkor indítjuk az órát. Jó, 3-2-1, tessék. Laci, akkor te is Békés Csaba vagy, mint a Feri, így ugye? Így van, viharsarok. Miért hívják viharsaroknak? Hát pontosan ez nincs az ismereteim között. Olvastam róla valamelyet Wikipédián, de már... van erről Wikipédia szócikk? Hát hogy ne lenne, hát mindenről van már. Na, el is keresek. Ez az a vicces, hogy viharsaroknak hívják, de az elmúlt napokban, esetleg az elmúlt hetekben itt volt a legkevesebb vihar. Tehát Pest környékén, meg... Nálatok nem esett? Ó, bassz, de hülye! Most örüljél. Szép volt, Laci! Neked is volt egy fél nemed, így beleindultál, Laci, de aztán nagyon időben meghúztad a vészféket. Na, jó van. Mert viharsark érte. Mert már, hogy egyébként tényleg, ráadásul rá is kerestem közben, azért is estem egy picit szét, hogy tényleg van ilyen. Wikipedia szózik, hogy viharsarok. Hogyha nem mondok hülyeséget, a mi szurkolói gárdánk a viharsarki farkasok, vagy esetleg az volt. Figyelj, Békés család és Csongrád vármegyék egy részére vonatkozik.
Ügyes vagy. Lacikám, megvan az ajándékcsomag, jól van. Volt egy nemed, amit te elnyeltél, és egy nőled belőle, de azt akkor mi nem hallottuk meg. Na. Jó, úgyhogy megadjuk, mert nem mondtad ki, megálltál, még időben kapcsoltál. Így ezzel egy null, és kivezettek, és ez nagyon jót tesz majd a hétnek, hogy izgalmasabban induljon a hét. Visszaadtam nektek a reményt, úgyhogy várom az SMS-eket. Köszönöm szépen. Így. Múlt heti 5-0 után kellett. Kellett ez. Lacikám, köszi, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Szia. Ciao. Hello. Jó, nincs baj, na hát egy-egy. Hát? Ez még hosszató, fogható, nem lesz baj. 4 perc van, 7 óra, jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra 8 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és próbáljuk beindítani ezt a kicsit nehezebben induló hétfő reggelt. Aki most készül elindulni, az készüljön arra, hogy hűvös van, nem várt módon, 10-12 fok, néha még kevesebb is. De hirtelen a nagy kánikulából olyan brutál őszt kaptunk, hogy azért remélem, az a nagyon, általam nagyon szeretett indián nyár, azért az lesz még, az a 23 fok, tudod, jó idő van, nincs már nagyon meleg, de még nincs hideg, és még szeptember, október az még ilyen klassz. Délutánra mondanak ilyen 20 az lesz, az a jó, az délután jön az idős indián hölgyek nyara. De most még 7 az van. Az nagyon jó. Most még 7 fok van, igen. Van, ahol már egy kicsit melegebb. Mi újság teniszfronton? Kérdezte Balázs magától. Mi újság teniszfronton, Bali? Gyerekek, egyelőre brutálisan jönnek be a jóslataim, úgyhogy nagyon szívesen, ha kértek teniszjóslatot és szeretnétek fogadni, jó, akkor mondjátok el, hogy ma kit szeretnétek tudni. Ez a felelős itt van talomba. A csillicset is megmondtam, hogy a Jeremy Izé Sárdi Csimán megverés verte. Ma egyszer nem tudom, egyszerűen nem tudom miért, de én ezt valahogy érzem. Valahogy érzem. Én a legjobban az, hogy egy jó csilicsbab. Kérdezzétek meg, ma nem tudom, milyen meccek vannak, a meccek, azt tudom, hogy Roger játszik valamikor majd éjjel egykor. Metz? Azt hiszem, hogy Metz visszavonul már. Metz Villander már nem játszik. De nyugodtan, ha akarjátok tudni, akkor elmondom, hogy szerintem. Jó. De egyszerűen bejönnek. 0-6-45-0-0-0-0 az SMS számunk, írjátok meg. Nem tudok mit csinálni. A tenisz most az egyetlen olyan öröm az életemben, ami kicsit kihúz. Nem vagytok ilyen nyomottak, vagy nem érzitek? Nem. Tök jó minden. Gyerekek, igen. 8:30 fekszenek az iskola. Annyira nyomaszt, ami ebben az országban történik, hogy szívem szerint 10-ig erről tudnék beszélni, hogy mi történik ebben az országban. Komolyan mondom. És megoldást nagyon is nyomaszt. Rá. De hogy tudok megoldani. Ez a baj. Azt érzem, hogy már az a fajta hangulat, ami itt van, és ez a fajta sok megoldatlan kérdés, és ez a rengeteg ember, és a menekült áradat, és amiket látsz, és hallasz, és ez a sok-sok nyomorult ember, egyszerűen annyira rám telepszik, hogy így nem tudok ettől elvonatkoztatni. Tehát nem az van, hogy éled az életedet, és valahol a politika, meg a közélet az zajlik, és te abba vagy részt veszel, vagy nem veszel részt, vagy olvasó híreket, vagy nem, hanem egyszerűen részesévé válsz. Mert ultrák vannak, menekültek vannak, ártatlan emberek közé petárdákat dobálnak be, lefújnak könygázzal, ha kimész egy meccsre. Tehát, hogy egyszerűen annyira nyomott ez az ország, hogy szívem szerint elkötöznek. De mit csinál? Én most komolyan ott vagyok, hogy mit csináljuk? Akkor kérdésként teszem föl. Azért ilyen az ország, mert mi ilyenek vagyunk, most nem mi hárman itt a stúdióban, hát, hanem így, ha nagy nem. Így is kérdezze. Én szerintem nem. Én azért igyekszek, Feri. Tehát, hogy így... Jó, de tudom, hogy te tartod magad, még normálisnak lenni. Egyszer az, ami körülöttünk történik, ami itt van most, ez az állapot, ez egyszerűen engem annyira nyomaszt, hogy már nehezen tudok jókedvet színlelni, vagy nehezen tudok jókedvű lenni, mert egyszerűen emberek sétálnak az úton, gyerekekkel a nyakukba, elindulnak a határ felé, az önkénteseken kívül nem látod, hogy sokan segítenének neki. Szóval egyszerűen szörnyű volt az állapot a keletiben, szörnyű, ami itt történik. És nem látom, hogy megoldás lenne. Nem látom, hogy ezt hát, valójában meg akarnák oldani. Nem mi nekünk kéne megoldani a dolgot, nyilván aki kimegy segít, az tesz ezért, hogy ez ne így legyen, de hát valami más megoldás kéne rá, ha értitek, mire gondolok. Rettenetesen. Hát valakinek meg kéne mondani végre, hogy merre van előre. Igen, meg egy picit előre gondolkod, és nem pedig az úgymond események hatására hozni döntéseket, amik adott esetben még akár jók is lehetnének, ha egy picit korábban születnek.
Mert érted, tehát, hogy például lesz, hogy elszállítják őket a határa, hogy átengedik őket az ország. Hát, hogy egy de nem csak az, két amilyen... korábban hozták volna meg ezt a döntést, akkor nem lehet. Oké, lehet, hogy nem úgy beszélne róla egész Európa. Vannak a politikai döntések, amit ugye mi nem kommentálunk, és ezt szerintem jó, és ennek így is kell maradnia, hogy mi politikával effektíven nem foglalkozunk. De hát a politika és a közélet ma már azért ugye nagyon összemosódik, mert szerintem az, ami például bevándorlás kérdésben van, az már ugye legkevésbé politika, hát itt vannak melletted, ott ültek a keletiben, amíg el nem vitték őket, sétálnak az autópályán, sötétben, gyerekek alszanak az esőben. Szóval nem tudod a kettőt elválasztani, de mint a hangulat, ami itt van, vagy az a fajta, akár csak ha azt nézed, amiről nem biztos, hogy csak a politika tehet, de az a fajta gyűlölködés, vagy az a fajta idegen gyűlölet, vagy az a fajta menekült utálat például, ami engem már annyira nyomaszt, hogy egyszerűen nem is tudok ezzel mit kezdeni. És nem tudom félrerakni, vagy nem tudom, hogy akarok egy ilyen országban élni. Ez nekem lehet, a hétvégén volt, hogy kérdezem meg, mondjuk egy picit én így is gondolom, hogy azért ennek a fajta ellenérzésnek az egyik oka az, hogy az emberek nem tudnak róluk semmit. És ez pedig a kommunikációra vezethető vissza. Tehát, hogy ebből látszik az, hogy valahogy minden oldalról nagyon egy oldalú a kommunikáció. Hát, tehát egyik is állít róluk valamit, az egyik oldal is, meg a másik oldal is állít valamit. De nem tudom, hogy akarnak-e többet tudni, mert tudhatsz róluk többet. Tehát nem tudom, hogy akarnak-e többet tudni. Tudod? Tehát, hogy kellene, hogy akik, az ember akkor ítélkezzen, őket, vagy akik... akkor ítélkezzen, amikor már mondjuk információja van aki dologról. Tehát, hogy, de az hogy egyéni döntés ez a különbség, ugye, az előítélet meg egy kikristályosodott vélemény között mondjuk az a különbség, hogy az egyiknek van alapja, a másiknak meg nincsen. Mert azt hallottam róluk, hogy... Tehát, na igen, de ez egyéni döntés lenne, hogy fölmegyek a netre és megnézem, hogy mi az, hogy Szíria. Igen, meg hogy mi történik, és az a fajta elutasítás, és az a fajta idegen gyűlölet, és amit olvasok, csak egy mondat, de majd erről beszéljünk még, hogy most ők elmentek a keletiből, most nem elmentek, elvitték őket, ugye? És akkor, hogy most akkor az a baj, akkor most ott elmentek, de akkor most ott mennyi szemetet hagytak? És hogy utáljuk őket, mert szemetelnek. Az nem baj egyébként, hogy kukákat borogatnak a meccs után. Az nem baj egyébként, hogy autókat gyűjtenek föl. Arról senki nem beszél. Azt nem ítéljük el. Ott nem szólal meg semmelyik politikus. Ugye? De az, hogy szemetet hagynak, szemetelnek, és milyen nagy kupleráj van, az meg most meg mindenki nagy bőszen mondogatja. Ez a szemetes érve, ez egy vicc, mert a hétköznapokban meg nem zavar senkit. Senkit nem zavar. Olyan, mint egy szeméttelep. Vagy hogy mit mondanak egyházi vezetők. Szóval, hogy egyszer nekem az eszem megáll. Komolyan mondom. Az eszem megáll. Tényleg. De most megint vannak a keletében, nem? Tehát, hogy elszállították vannak, azt a vannak, részét, vannak. Jönnek, jön utánpótlás. De jönnek is, vannak, mennek figyeltek. Is. Tehát, hogy most már legalább most ugye mindenki beindult. Az osztrák határ felé megy így van, mert most egyelőre nyitva van az osztrák határ. Igen. Tehát most látszik az, hogy valójában, amit mondtak, hogy ez csak egy tranzit ország ebből a szemben, tehát az most látszik, hogy kezd valamennyire beindulni. Hát amíg be nem zárják a kapukat. Figyeltek, voltam kint, én nagyon szívesen mesélek nektek erről, akarjátok, hogy mi van kint valójában, meg milyen állapotok vannak, és hogy mennyire rosszul hisz egy csomó ember egy csomó mindent egyébként, és mennyire finge nincsenek az országnak, hogy valójában mi történik. Csak megy a gyűlölködés, meg megy az utálkozás, és így ilyen, nem tudom, szóval, hogy egyre nehezebben viselje ezt az ember szerintem. Hogy ilyenfajta idegen gyűlölet van, és ilyenfajta ember utálat, az valami elképesztő. Úgyhogy egyébként meg bárki lement, meg bárki oda ment, meg bárki megkérdezheti, hogy na, akkor most... kell-e valami segítség? Mi a helyzet, mit tudok segíteni? Az nem megy tisztelet a kivételnek, csak az, hogy akkor utálkozunk, és közben tényleg, mit mondanak egyházi vezetők, hogy ők se fogadnak be senkit? Hát a nagy, meldöngető keresztény Európa, érted? Igen, most ugye van más vélemény. Most már a pápa jelezte, hogy kötelező. A pápa jelezte, igen. És akkor Magyarországon még mit hallasz? Hogy egyházi vezetők azt mondják, hogy ők nem fogadnak be senkit, mert akkor az ember csempészet. Mit egy egyházi vezetőtől ezt akarod te hallani? Hát mennyire szomorú. De komolyan mondom. Miközben azért évszázadokig mi verjük a mellünket, hogy a nagy keresztény Európa, ugye? Meg mi a nagy humánus keresztény Európa. És közben ezt hallod. Tehát, hogy szerintem elképesztő. Elképesztő. És ez közélet. Szóval ez nem politika. Mert ott vannak melletted. Jönnek az utcáidon, a lakásod mellett, az utadon, az autóútjainkon, ott mennek gyerekek hát az esőben. Ezt már nem mondhatjuk azt, hogy ez politika. Erről igenis kell beszélni, igazadó, és ezzel igenis kell foglalkozni. De az is igaz, hogy azért sokan próbálnak meg ebből politikai tőkét kovácsolni. Hát hogyne, persze. Az teljesen így van. Persze, minden országban minden vezető nyilván persze próbál ebből politikai tőkét kovácsolni. De igen, én csak is az emberi
az emberi oldala az érdekes ennek szerintem. Igen. Az is szavazatot akar, aki befogadja, az is szavazatot akar, aki lemenni és megverni, aki lezárná a határt, meg tűzparancsot adna, meg az is egyébként, aki mindenki. Az összes politikus, politikusoknak nem hiszik el semmi. A politikusoknak nem is kell. A politika dolga, az, hogy meglovagoljon bizonyos hullámot. A politika dolga 500 ezer éve, tehát a görögök óta tulajdonképpen ez. Nézd meg, hogy mi van az országban, lovagolt meg, és gyűjtsél még több szavazatot. Közben, ha lehet, azért lehetőleg próbálj megoldani egy-két valós problémát, és ne csak reálni szinten tartani dolgokat, ami vagy igaz, vagy nem. Ez sajnos, de ez minden országban így működik, hát illúzióink ne legyenek. De hát azért a közhangulatról, nem csak a politika, tehát a közhangulatot mi emberek is generáljuk a saját hozzáállásunk által, nem? De az, hogy én mit gondolok arról, hogy most emberek vannak bajban, vagy aluljáróban alszanak, vagy esőben, vagy hidegben, és segítek-e nekik, vagy nem, az nem csak egy politikai döntés, az egy belőlem jövő, az belőlem induló emberi kérdés, és nekem mondhat bármit a politika, ha én úgy döntök, hogy akarok segíteni, akkor azt megtehetem független attól, hogy a politika most éppen mit kommunikál. De ezeknek az indulatoknak az egy része, sőt én azt mondom, hogy nagy része, az nem igazából nem a menekülteknek szól, hanem mindenkinek, akit kinevezhetnek ellenségnek, aki ellenségkép lehet, mert általában ezek mindenféle ilyen gazdasági, társadalmi feszültségből fakadnak az én gyűlölködések, ami ott a világ ez volt, és teljesen mindegy, hogy éppen kik vannak így a célkeresztben. A zsidók, a cigányok, a kommunisták, a nácik, valakit mindig gyűlölni kell. De most már az is megosztó, hogy van, aki nyilván okkal. Tehát, hogy azért... De az is megosztó, ahogy vagy amiként segítesz, mert akkor, ha rajtuk segítesz, akkor a magyar hajléktalanon miért nem segítesz? Tehát, hogy most már ez is baj, ha segítesz. Az is baj, ha nem segítesz. Hogy pont az maradt ki az emberi érték a dologból. Tehát amiről mi beszélgetünk, meg amiről az egész ország beszélget, abban az országban beszélünk erről, ahol családok mentek szét azon, hogy az egyik MSZP és a másik fideszes. Érted? Elérkezik ez a pillanat, amikor itt van egy helyzet, amit te nem tudsz kezelni. Tehát az átlag magyar embernek talán még információja sincs arról, hogy most át lehet-e menni Ausztrián, vagy nem lehet átmenni. Hogy nekünk át kell engedni, vagy nekünk regisztrálni kell az egyezmény szerint, amiki beérkezik. Tehát, is biztos, hogy feladatunk. Szerintem az magyar embernek nem ez a feladat, hanem az, amit az a rengeteg önkéntes csinál a pályaudvarokon, a határon. Neked az a feladatod, hogy... Pont ezt mondom, hogy ez nem a mi ügyünk, tehát igen. Ezt nem te tudod megoldani. A regisztrációt, a dublini egyezményt, semmit nem te tudsz megoldani. Ennyit tudsz segíteni, hogy kimész, és adsz három kekszet egy olyan gyereknek, aki nem evett két napja, meg négy takarót. Igen. De ez emberi kérdés. Szerintem is. Na jó, foglalkozunk a témával. A témáinkkal, mert hogy vannak egyébként, sok mindennel készültünk. Ugye a meccsről beszélgettünk, és nagyon sokan írtátok, hogy szeretnétek hozzászólni, hogy mi volt a meccsen, ami szintén nem egy vidám apropó, de hát mi azért vagyunk, hogy meghallgassuk, hogy mi volt. Van egy hallgatónk, hello Adri, jó reggel, ciao. Sziasztok. Hello. Na, te kint voltál a meccsen? Igen, mi győriek vagyunk, és kint voltunk a meccsen. És benn voltatok a stadionba, vagy esetleg kint néztetek ki? Nem, benn voltunk a stadionba. Azt már az Annának elmondtam, a stadionba az elejétől a végéig egy pazar hangulatú, fergeteges szurkolás volt egész végig. Azon kívül, hogy a román szurkolók egymás összeveregettek, semmiféle balgé nem volt a meccsen. Nyilván nem tudtátok, de hogy mit tudtak? Hát állítólag a bukaresti szurkolókkal volt valami atrocitás, de még a meccs előtt azt is, hogy lecsitították őket, úgyhogy de az, ami a meccs előtt, meg a meccs után, meg amik a meccs közben kint történt, az egyszerűen halálfélelmünk volt hazafelé jövet. Mi történt? Már a vége a meccsnek, bent ment a bunyom? Kezdődött a meccs előtt egy másfél órával. Na, mi történt? Jött egy nagyobb szurkolói csoport, akiket kísértek a rendőrök. És erre ugye az egy-két kemény mag, a két ajtószeg, elkezdtek kötekedni a rendőrökkel. Beszólogattak nekik, elkezdték dobálni az üvegeket, dobozokat, petárdák, a székek, mindenről. És ilyenkor ott álltok mellettük? Tehát a tömeg az egy, tehát nem az, hogy ti álltok, mint normális szurkolók balról, és jobbról meg megérkezik 100 huligán, akik, hanem ott a tömegben történik mindez, ahol ti is álltatok gyerekekkel, felnőttekkel. Így van, aha. Így van. Ugye nagyon sokan mentek a planetáriumhoz, mert kivetítő volt meccset nézni, akik nem kaptak jegyet. Ezek voltak családosok,
Feri volt egy mondata, hogy mi a huligánok fekete pólóban magyar felirattal, rajtunk is az volt, nem voltunk huligánok. Ez nem hangzott el. Így. Csak mondom, hogy ezt én nem mondtam, nem, sőt, nem senki mondta, nem mondta. Van, nem ezt senki mondta. Nem mondta, hogy akin fekete póló volt, fehér Magyarország felirattal, az huligán, tehát azért álljunk meg egy szóra. De ahogy látok egyébként a televízióban felvételeket, nagyon sok olyan, aki dobálózott meg, aki igen, és aki ilyen volt. Többség tényleg ilyenek voltak. Jó, csak nem mondj olyat, ami nem hangzott igen. el. Na most, ott álltatok a planetáriumnál? Nem a planetáriumnál történt ez, hanem a stadion és a Népliget közötti főúton. Aha. Mi átmenekültünk a villamos megállóba, szerencsére a gyerekeink azok túloldalon maradtak, akiket már rendőrök nem akartak átengedni, de azt nagy nehezen sikerült átjönni. Na, ott jött a dobálózás, rendőrök sorfalat álltak, elkezdték őket betolni a planetárium felé, ugye, mint oszlatás. De aztán egyre nagyobb lett a balhé, ugye mi közben bementünk a stadionba, elkezdődött a meccs, jöttünk kifelé, már hatalmas füst, belefutottunk mi is könnygázba, beszálltunk az autóba, mellettünk már rugdalták az autót, ami ott volt. Hozzáteszem, ezek az emberek, nem is tudom őket embereknek nevezni, inkább állatok, már eleve így készülhettek a meccsre, ugyanis mindegyiken csukja, állat, nehogy fel legyenek ismerve. Ez valami borzalom volt, ami ott volt. És azt is mondták, hogy volt egy pár ezer tömeg, akik ártatlanul álltak, és hogy oda belőttek könyvgázzal? Így van. Vagy az aluljáróba, amikor mentetek el? Az aluljáróba bedobták a petárdát, a könyvgázt, hát az aluljáróba be voltak szorítva az emberek. És minden tiszteltem a rendőröké, akik ezt ott végigcsinálták, akiknek ugyanúgy családjaik vannak, de... Az valami tényleg iszonyat volt, ami igen, csak nem akarok a rendőrség védelmére kelni, csak hogyha úgy akarjuk megvilágítani a helyzetet, hogy mind a két oldalról, akkor azt is nézd meg, hogy mondjuk te lent vagy az aluljáróban a gyerekeddel, de a lépcsőn jön föl 10 ilyen huligán, akiről te beszéltél, akin kapucni van, és elkezd 3 rendőrt verni, vagy 20-at, tök mindegy, hogy mennyit mérdőt ebbe valaki beleköt, akkor ők belőnek oda egy könyvgázt, és te is ott vagy. Hát, igen. Ugye, hogy ez nagyon nehéz igen, dolog megint, hogy hol húzzuk meg azt igen. a határt, hogy mikor bántják a szegény, normális meccsre járó szurkolót, ott álltál mögötte. Na, meg most hagyj mondjak tényleg itt egy ilyen közhelyet, hogy sötétben minden teljén fekete, tehát hogy ők nem nagyon tudnak abban a pillanatban különbséget tenni a jó meg a rossz között, az ultra meg a huligán között. Hát, így van. Igen. De az igazság, hogy ugye sok vita ment a szurkolói kártya a vénaszkenál miatt, hát most már egyet értek vele én is, és ezeknek az embereknek nincs hely a stadionba. Ezek miatt, az emberek miatt nem mennek a családok meccsekre. Na de látod, ők már nem is mentek be egy csomóan. Nem is volt jegyük, nem is akartak bemenni. Na, de mégis balhé van, látod? Tehát, hogy akkor is balhé van, ha ők itt a Népligetben kivetítőn nézik a meccset. Ők szerintem semmi másért nem mentek, mint ezért, ugyanis a meccs alatt végig ment a balhé. Kint, ahogy én olvastam. Hát szomorú. A stadion környéke, ahogy kimentünk a stadionból, nem láttál a füstöl? A minden tiszta víz volt a vízágyúktól, ugye vízágyúzták is őket. És nem érdekelte őket, mert csak mentek neki a rendőrnek. A rendőr sisakján csattant a sörös üveg, a széktámla. Borzalom volt. És ugye sok kommentet olvastam, hogy mert a hülye ember miért viszi ki a gyerekét. Ki gondolja egy normális ember, hogy elmegy egy meccsre, és akkor ilyen dolgok érik. Hát igen, szerintem ezt már lehet gondolni az elmúlt voltak időszakból, voltak előzmények ebben a dologban, és akkor ez megint egy eldöntetlen vita, hogy kidobott először széket, igen. és kidobott először könyvgázt. Igen, hát én a rendőröket azért nem akarom bántani, mert nem hiszem, hogy tudatos volt, persze szörnyű, hogy aluljáróba belülnek is, hogy gyerekek van, és ártatlanok sérülnek. Szerintem például a rendőrök is, ahogy mostanában az elmúlt egy-két hónapban a dolgokat végzik menekült kérdésben, az a fajta emberség, meg empátia, az egészen elképesztő az ő részükről, és le a kalappal tényleg. Hogy a rendőrök fél órán keresztül tűrték azt, hogy dobálják, szidják őket. Igen, tehát ők szerintem hihetetlenül helyt állnak mostanában mindenki, aki akár a foci drukkerek, vagy a huligánok ellen, vagy a menekültekért dolgozik, szóval le a kalappal előttük. Persze nyilván hát belőnek az aluljáróba, lehet, hogy nem volt tudatos, ott volt éppen valaki, odalőttek, bement az aluljáróba, persze, hát ez szörnyű, de én azt nem gondolnám, hogy tudatosan ártatlan drukkerek mentek az aluljáróba, és csak azért, na menjetek gyorsabban haza, ne legyen balhé, még kettőt utánatok küldünk. Igen. Tehát mostanában azért már nem ezt a fajta rendőri magatartást látja az ember, de mondom én úgy, hogy nem voltam ott, meg hát én csak olvasom, hogy ez is annyira nyomasztó, hogy ez történik, hogy szörnyű. És akkor mész még meccsre? Vagy viszed még a gyereket? Vagy kimentek még?
Persze. Nem adott föl, ugye? Nem. Végre valaki, aki ért a futballhoz. Azt hozzáteszem, hogy 22.060 ember, azt hiszem ez volt a pontos szám, az végigszurkolta az egyáltalán nem igazán jó játékot, úgyhogy ő rájuk panaszt nem lehetett. Azt hallottuk, hogy fantasztikus hangulatú meccs volt. Iszonyat hangulatú. Le a kalappal a drukkolók elők, akik még kimennek, hisznek ebben, és mennek, és drukkolnak. Tényleg komolyan mondom, le a kalappal előttetek. Hát, hogy még nem ábrándultatok ki a magyar futballból, ez legalább akkora isteni csoda, mint... De volt is minek szurkolni egyébként, vagy csak ti így magatokat spanoltátok, hogy jó lesz. Jó lesz, ha legalább szurkolunk. Tehát egyébként a meccs milyen volt egy foci rajongó szemével? Langyos. Nagyon langyos. Segíts nekünk, most mi van? Most van egy nagyon kemény döntetlenünk, mindenki kapott egy-egy pontot, szóljatok, ha rosszul mondom, és már két pontot adnak a döntetlenén. Nem, tényleg én nem tudom. Tényleg teljesen hülye vagyok a focit. Most kivel játszunk, és még mi az esélyünk? Segíts. Hát ma mindenképp meg kellene velünk Észak-Írországot, hogy egyáltalán legyen esélyünk. Uh-huh. De ma meccs van. Ma. Fontos ma meccs van, igen. Ha, igen. És ha ma megverjük Észak-Írországot, akkor még matematikai milyen esély vagy? Akkor mi történik? Hát ugye játszunk októberben a Feröer-szigetekkel. A nagyon erős és nagyon híres Feröer-szigetekkel, igen. Igen, igen. Hát még akár a második hely is meg lehet, de a portselejtező olyan 80%-a benne. Ja, hogy most még csak azért játszunk, hogy pótselejtezőt játszassunk. Igen. Jézus, atya úristen. De én azt hittem, ez már maga a pótselejtező. Hát és ha nyerünk, akkor kint vagyunk. Ha ma nyerünk, akkor még nem. Nem, akkor még nem. Csak esélyünk marad. Uh-huh. Esélyünk marad. Akár a második helyre, akár a pótselejtezőre. De nem lesz ez sok ezeknek a fiúknak, gyerekek, hogy szombaton meccs, hétfőn meccs. De valószínűleg igen. Nagy a baj. Ó, de elfáradtunk főnök. 90 percet két napon belül, gyerekek, nagy a baj. Meg az utazás. És az utazás, az átállás, a jetlag. Egy időzónát ugrasz Észak-Írnél. Nagy a baj. Fia, Böde játszani fog? Ő ki? Nem. Nem fog? Most se fog? Segíts, Jani, ne hagyd pártban. Egyetlen, ja, igen, nem is hívták fog. Meg akkor a kerületet, akkor nem csak a románok elleni meccsről volt. Gerát tudom. Gera játszani fog, igen. Böde jelenleg a leggólerősebb játékos a magyar bajnokságban. És egyébként egy érdekes összesítés alapján mondjuk így egész Európában is az egyik leggólerősebbnek számít, őt nem hívta meg az új szövetségi kapitány a keretbe. Pedig ha másért nem, én nyilatkozataiért azért örültem. Na jó, drukkolunk azért természetesen ettől függetlenül. Nektek is, meg a magyar válogatottnak. Egy valamit szeretnék még elmondani. Hajrá, Fadja! Tönkörjetek meg mind a hár, rohadjanak meg azok, akik választanak. Ti menekültek. Igen? Találkoztunk egy békésmegyei szurkoló csoporttal, akiknek a fiam Győri Ától matricát adott, és a srác megígérte, hogy ő Stockholmban él, de hazajött a meccsre, hogy Stockholm legforgalmasabb utcába fel fog ragasztani egy matricát. Ilyenek a békés megyeiek, érted? Még Stockholmban is. Úgy estem le erről a lóról, hogy koppant a gerincvédőm lent a betonon, mert ott lovagoltam éppen. Mi van? Ki ragaszt föl? Hova? Mi csodát? Segítsetek? Mert pikpakkén úgy leesek a lóról egy pillanat alatt. Egy igazi békés csabai szurkoló kapott egy milyen matricát? Egy győri etót, amit Stockholm főutcáján fog kiragasztani. Jó, értem. Nagyon jó. Nem értettem. Jó, csak olyan helyre ragasztam, ahol lehet. Köszi, hogy elmondtad nekünk, vigyázzatok magatokra, és jó drukkolást nektek. Puszi, Adrián, ciao, hello. Én úgy imádom, amikor egy nő így szereti a focit. Az annyira jó. Én azt annyira bírom, amikor én a drukkerek sálakban mennek, csajok, az nekem szexi. Tényleg, nem? Jó. Egy foci drukker nő, az kicsit szexi. Sörrel a kezébe. Nem, matarészegen két bevert kőbánya ütem, oda a földre. Bal oldalon önti be a szotyit, és jobb oldalon jön ki a tökmag, tudod, a héja, mint egy nem tudom milyen izét cséplőgép. De én azt bírom, amikor egy csaj ért a focihoz, vagy ért a sporthoz, szereti, és meg van őrülve egy sportágért. Nekem az nagyon szexi. Ami igazán szexi, az egy tereptérnadrágos, Martens bakancsos, Sepultura pólós, picit zavarodott tekintet lány, egy marmonkarnával a kezében. Na, nem érdekel a fiatalságod. Nem érdekel, hogy vesztetted el a szüzességedet című. És kivel? Így van. De nem így van. A zsillett pengével van belevágva az alkarjába, hogy Slayer. Na, a szexi. Nem, tényleg, ha egy nő ért a sporthoz, szereti, van kedvenc sportolója, drukkol, ordibál, kiabál, és átszellemülten sportimádó, azt én nagyon tudom kedvenc. Anya. Nem, most pont nem erre gondolok. Nem erre gondolok, hogy amikor egy nő egy Martens bakancsban felrúgja az ülőjétű kukát, nem szexi, csak amikor drukkol. És amikor ért a sporthoz. Gyerekek, a hétvégén kamion ebbi a Hungaroringen. Kis Norbi brillírozott ismét.
Mondtuk. Mondtuk reggel, és gratulálunk Norbinak, és nagyon gratulálunk. Nagyon. És még egyszer gratulálunk, ha esetleg nem jutott volna vissza hozzá. Adjátok át, Norbi, gratulálunk. Szép volt, Norbi. 6 óra 10-kor, és egyből ezzel kezdtük, hogy gratuláltunk neki, így van. 7:30 múlt pontosan, 1 perccel jövünk a hírek után. A Klassz FM-en. 3:48 lesz, pontosan 1 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, hétfő van, hűvös hétfő, ha valaki most indul, és azon gondolkozik, hogy itt adjon a gyerekre, óviba, iskolába, de leginkább óvodába, mert ott még rohangálnak többet a szabadban. A suliban ugye már inkább tanórán vannak. Hát öltöztesse jól fel, mert gyerekek, szeptember lett, és itt az ősz. Az. Legalábbis ami a hőmérséklet illeti, csípős a reggel, hát reméljük ez még azért sokáig nem lesz így, és marad még egy pici az indián nyárból, de ma kifejezetten hűvös, hűvös reggel ébredtek. Az van, de ha valakinek esetleg belefér az idejébe, vagy igényel valami hasonlót, az Üllői út 102-ben Rákóczi Ferenc kollégám mindenkit vár egy forró ölelésre, akinek ezt jelzik ahhoz, hogy jól induljon a hete. Ugye, Feri? Persze. Így van, gyertek nyugodtan. Bizonyám, gyertek ölelkezni. Kaposváron a Dombóvár felől érkezőket mérik. Andi küldte nekünk, köszönjük szépen. 14-es úton Győr és Vámoszabadi között 80-100 migráns gyalogor, óvatosan sok a gyerek. Ezt Laki küldte nekünk. Békás megyéről gyakorlatilag nem lehet kijutni, a hépsorompó lezárja, beállt az egész úgy, ahogy van. Gábor küldte nekünk, köszönjük szépen. Én még mindig bírom ezt a dalt. Hosszú-hosszú ideje. Nem számolja a napokat már. De amíg ér el, nem felejtem. Ja, hogy ez? Wolf Kati talált. Mindig bírom. Jó. De annyira eltalálták ezt, és ez annyira jó dal, hogy nem ez... játszok annyit, hogy megmondjam. Ritkán jön elő. De jó, jó kis dal, még mindig szeretem. Ez volt a... Á, basszus, nem igaz. Mert azért most egy címeket, de várjátok tőlem, de azért volt egy-két jó magyar dal az utóbbi időben. Tehát, hogy itt azért lehetne egy-két olyan előadott, mint a Király Viktort mondani, a Fire-t, vagy ilyesmi, amik azért jók voltak, de ez tényleg betalált. De ez nagyon betalált. Igen. Na, egy érdekes témával folytatjuk majd a hírek után, de már most mindenki gondolkozhat, hogy biztos van olyan szomszédja, ahol kis állat van, mert állítólagosan új szabályozás jön a társasházakban, és maga a társasház korlátozhatja az állattartást a lakásban. Végre! Vagyis hát vége azon időknek, amikor is bárki bármit tarthatott, 100 darab galambot etethetett a negyediken, pézsmapockot, görénycurikátát, emút, kutyát, struccot, vagy egy üvöltő kutyát, ebből leginkább nyilván a reális az üvöltő kutya. De tetszett az emu. Igen. Sok a hús rajta, tudod? Eddig ugye nem nagyon szólhattunk bele, most viszont közgyűlési határozatban dönthet majd arról a társasház, hogy mely állatokat nem lehet tartani, például a ház közösségi tereiben, és meghatározhatja a társasház, hogy mik lehetnek azok a kikötések, korlátozások, amik az állattartással kapcsolatosak, és bizony szabályozzák a gondatlan gazdákat. Szóval nem tarthat ezen túl bármit. Ezt szeretnék elérni, és úgy néz ki, hogy ez sikerül is. Ez egy jó dolog, aki lakott társasházban, az tudhatja, hogy ott egy büdös állat, az nem csak nálad büdös, hanem még a negyediken is. Érzed? Ez a panelban is igaz, de vége ennek. De hát nehéz beazonosítani. De hogy honnan jön? Hát honnan jön a ha sétált tatandó állat, akkor azért csak kiszúrod elő, de hogy valaki tartasz, akkor hát nem. Azt meg nem viszed le, igen, csak nehéz legeltetni a harmadikon. Az, hogy a műfűvet nem szereti, szerintem szalmabálát, akkor ott buksz le, hogy a szalmabálát viszed fel a harmadikra. Igen, hogy fel a harmadikra időként egy-egy bál a szalmát. De nagyon jó. Nagyon jó, a gazdák számon kérhetőek legyenek, hogy ne legyen büdös az állat, hogy ne tudjon másnak kárt okozni, tehát olyan körülményeket kell biztosítani az állatnak, amelyben ez nem lehetséges. Nálunk a legextrémebb állatot a közelünk, mondjuk mi kettős házas részbe rakunk már, hál' Istennek. Józsi a felső szomszéd. Egy kagyló és két póniló. Ezek talán a legextrémebbek, amiket tudunk. Kagyló? Igen, a szomszédunkban tartanak kagylót. Kagylót. Na, ezt komolyan mondom. De mi a kagylót? Hát mi, hogy nem tudom. Kagylót? Egy darab kagylót. De van egy kagylót. Szomszéd, én nagyon kedves emberek, és ők úgy gondolják, hogy a gyerek talált a vízparton egy kagylót, és ennek a kagylónak készítettek otthon egy kis tavacskát, folyamatosan megy benne a vízpisítés, oxigént adnak. És él még a kagyló? Igen, áll. Hát... Hát most honnan érted? Ugye? Jelzi, hogy hello, itt vagyok. Hát itt tudom, hogy a partra megköszönő nekik, stb. Visszaadja a kinyílik. És ezt érzitek, hogy büdös? Nem, csak a folyamatos vízcsobogást. Mm-hmm. Én már hát többször volt olyan, hogy este így kimentem, és így hallgattam, hogy mondom, basszus, vajták a kerti csapat, most rájuk csöngesek, hajnak kettőkor, nem biztos, hogy szerencsés pici gyerek is van, de nem biztos, hogy örülnének neki. Aztán így utána kérdeztünk a dolognak, és kiderült, hogy ez a kagyló miatt van, hogy folyamatosan kapjon a kis élőlény friss oxigén. Ők nagyon cukik.
Ők nagyon cukik. De ez mondjuk nem zavaró. Ez tehát nem a kagyló annyira. Nem kiabál, nem a kagyló nem sikít, a kagyló nem büdös. Ez igaz. A víz csobogás van, az meg ízé, az meg nyugtat. De hát a kagyló az nem, a kagyló az nem, az, a kagyló az nem büdös. Mi van akkor, ha valaki kis állatokat tart? Rágcsálókat, galambot tart? Hát annak azért már van stíke. Hát, hogy ezeket fogják ezentúl szabályozni. Nekünk nem volt ilyen nagyon híres állattartónk, egy-két idegesítő kutyán kívül. Ugye az a legnépszerűbb, de azokat is szabályozzák. Nem tarthatsz már bármilyen körülmények között kutyát. És előzetesen meg kell kérdezned, mielőtt te beszerzed a kutyát, hogy kedves lakóközösség, hozhatok-e hát... kutyát? Mert most mi van? Bocsa, hoz egy csendes... Mondjatok egy csendes kutyafajtát, teve. Nem tudom. Ja, csau. Hoz egy csau-csaut, aki tök csendes, nem kakil oda a lépcsőházba, semmi gond nincs vele, nincs szaga, nem büdös. Na, akkor senkinek nem lehet szaga. Hát akkor nincs vele bajod. Hát okay, egy nem büdös, néma, süket, vak kutyával, ami egész nap a gardrobod alatt fekszik, vagy a gardrobod, az a nyilván senkinek nem lesz baj. Tehát akkor van baj, ha ugat, na, ha büdös, okay. ha odagittel. Jó, meg kell kérdezzem előre? Meg kell kérdezzem előre, hogy kutyát szeretnék? Hát a társasház szabályzat, ugye hát minden társasház külön dönthet-e erről a dologról, tehát a társasház dönt majd, és ők teszik ezt össze, a működési szabályzatban igazából, hogy mi fér bele, mi nem fér bele, mit fogadnak el a társasház lakói, és kik azok, akiket már szívük szerint kiraknának. Tehát erről majd a társasházak dönthetnek. De ismerő el mondjuk a legendásan összetartó társasházi kollektívákat, én azt gondolom felé, hogy ahogy bedobnád, akkor rögtön ellenek húztanak, akik azt mondanak, csak akik ki sem mondanak. Nem, nem. És nem, arra gondoltunk, hogy a gyerek miatt hoznak, nem. Tényleg egyébként, ha öt, van egy kisebb társasház, mondjuk hat lakás, és abban öt lakó utálja az állatokat, akkor nem tarthatsz, tehát tulajdonképpen semmit leszavaznak? Nem lesz. Hát akkor titokban kell tartani. Akkor csak amikor kiderül, akkor. És mi fölteszem a pulit a fejemre, és lesétálok, hogy megnőtt a hajam. Kutya sétáltatásnál, vagy mi? Ez nem egy kutya. A felső két gombolt az inged, és berakod a pulit. És az a melször. És a bizét az italiánok dúdolban néz le. Ez nem egy kutya, ez nem egy póráz, ez nem. De érdekes. Igen. Vagy például mondjuk kettővel alattam valaki kígyót akar tartani. A kígyó se hangos állat, nem is büdös, ha vigyáznak most rá. Őszintén szerintetek a lakóközösség, vagy mit tudom, a közös képviselő tisztában van azzal, hogy milyen állatok vannak a Bodzolinak a lakásában? Hát, ez érdekes dolog, hogy az Olinak tudják-e, hogy mi van a lakásában. Vagy ő kiírja egy ilyen kis üzenőfalra, hogy elnézést. Elnézést, igen. Ma megint találtam aligátor teknős, nem hangos. Tessék, szóval ezt nem vagy tudom. Hogy az Oli már lehet, hogy jelezte nekik, jó, ha nem tudják. Jó, ide nem lehet bemenni. És ilyen sárga rendőrségi szalaggal van. Körbe kerítve a lakásom. Ott azért biztos érnék meglepetések a közös képviselőt, hogyha bemenne. Hogy mi van bent? Igen. Aha. Ez mi? Veszélyes? Addig, amíg le nem veszi a tetejét, nem. Most már igen. engedje, tegye vissza, igen. Na, drága hallgatók, hát írjátok meg nekünk, jó, hogy ki mit tart a környezetetekben. Szívetek szerint mit csinálnátok vele? Legyen ez egy ilyen stresszoldás is így hétfő reggel. Tehát legalább SMS formájában írjátok le, hogy szívetek szerint mit tennétek? Mit tennétek? Az ugató kis tacskóval, aki az idős néninél van, és éjszaka ugat, a hajnali kutya ugatással meg tudok őrülni egyébként. Tehát nálunk is vannak ilyen túlvezérelt kutyák, akik úgy érzik, és ez ilyen láncreakcióban egyébként elindul. Vagy amikor házon belül leindul a láncreakció, és az egyik kutya hergeli a másikat, és nem tud miért. Nem? Igen. Nem történik semmi, nem járkál senki. Például, hogy ez ivartalanítás nem csak a kutyák, hanem a macskák esetében, mert ahol két ivartalanítatlan kammacska van, ott azért időnként bunyó is van. Nem is ritkán. Például, és ha ivartalanítod, akkor nem ugat. Hajnal kettő. Ezt a kette nagyon jó. Ez nagyon jó. És ezt hallod fél órán keresztül. Takarodjatok a hajnál! És ez megy. Tudom. De ez a bagzó macska is kicsit, nem? Igen, ugye? Így van. Amikor hát szeretne. Szeretne már valamit csinálni. És megőrülsz tőle. És visszaaludnál, azt hiszed, hogy abba hagyja. Pont visszaaludtál, és a következő pillanatban... és fúj is. És le akarsz menni, át akarsz menni, és meg akarod ölni. Uh-huh. Ugye? Ezért van a mi-kinknek olyan kis szottyat, kis orvosságos zacskó a két lába között hátul már. Megelőzzük ezeket a szituációkat. Na, küldjétek az SMS-eket, jó? Kit, mi zavar, melyik állattal mit csinálnátok, ki tartja, hol tartja, és milyen konfliktus források vannak különböző lakóházakban abból, hogy valamelyik szomszédotok állatot tart. Jó, jövünk mindjárt az SMS-ekkel, most pedig játsszunk már is valakivel. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét.
De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakuk vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Józsi! Hello, Józsi, Pécsről. Igen, igen. Na, Józsi, figyelj! Olvastad ezt most, vagy tudtad fejből? Nem, ez nem itt van. Anna megírta nekem, hogy Józsi Pécsről. Milyen a reggel, Józsi? Jó, ma van a szülinapom. Isten érte, oh, boldog hely. Hangod van tőle. Ma van a szülinapod. Ja. Na figyelj. Igen. Akkor Isten értesen sokáig. Köszönöm. Egy jó kis filmzenét kell kitalálnod, jó? Jó, oké. Szokott lenni, jó, van bácsi Beru néni? Igen. Nem tűnsz null lelkesnek vagy vidámnak, mi a baj? Semmi, hosszú hagyjuk. Ja? Ja, nem akarod velünk ezt megbeszélni. Jó, akkor mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, figyelj. Nem, ez nem az, nem mutatjuk. Ez az. Ez is az idegesítő állat egyébként. Igen. Hajnalban. Aha. Na figyelj. Rettenetesen idegesítő. Jön a részlet, figyelj. Hát de könnyű. A MERS. Donáltad a randal. Bő. Azt mondod. Mit mondtál? A Top Gun. Na, azért nem ugyanaz a kettő. Bocsi. A Top Gun Donald Sutherland. Tom Cruise-tal, bocsi, Tom Cruise-tal. Fáradt vagyok. Tom Gun. Na jó, elfogadjuk. Szülinapod van csak azért. A MERS is nagyon jó volt, de ez nem az. Ez nem az, így van. Okay. Ez a Top Gunnak a zenéje volt. Így van, mutatom belőle egy kis részletet azért. Itt már minden lány szerelmes volt Tom Cruise-ban. Igen. Nem? És több fiú is. jó kis zene volt ez. Jó kis zene volt ez. Jön a Top Gun folytatás állítólag. Várj, mikor mutat? 86-ban mutatta be. Alig várom, hogy Iceman begurul a képernyőre. Igen. 86-ban volt a világpremiér, de állítólag csinálják a folytatást, írják a forgatókönyvet, és Tom Cruise vállalta benne a főszerepet. Amikor még a 80-as években felmesélem gyorsan, Párandugai túl az operáncián, kaptam tőle Amerikából egy autogramot. Ennyi. Még annak idején, amikor még 16-18 éves voltam. Tom Cruise-tól? Aha, persze. De hát kérted, van, hát, csak mert... küldött. Nem, kértem, volt ilyen autogram cím, és akkor megírtuk angolul a levelet, volt, aki megírta, aztán Tom Cruise, Tina Turner, meg még egy-két... És válaszolt, és küldött? Igen, akkor... Ja, még John Travolta-tól van még. John Travolta-tól van. Te én autogram vadász vagy, hogy gyűjtöd ezeket? Há, én gyűjtöm őket, jaj. Uh-huh. Hát azért nem jutok John Travolta-hoz közel, megmondjuk. Te rá volt írva, hogy Dear Béla, Kiss John? Nem, 42 dolláros bélyeggel volt ellátva John Travolta, Santa Barbaráról jött, fénykép, és akkor a hátodalán volt, hogy nevem, címem és készen. Az menő. De meg is van, tehát meg is van, ezek megvannak, örökre. Ezek valamikor nagyon sokat fognak érni. Sose fognak sokat érni, ki kell, hogy ábrándítsalak, de... Mivel nagy mennyiségben gyártották igen, őket adból. Igen, tehát megpróbált föltenni a vaterára, 600 forintot kapsz érte. De én jó, az embernek van ilyen. Józsi, köszi, hogy elmondtad. Jó munkát, köszönöm. Szép napot, ciao. Köszönöm szépen, sziasztok. Hello, ciao. Az menő, hogy válaszolnak. Egy autogramkártya John Travoltától, egy használt koton Charlie Sheen-től. Na, hát azért egy kicsit megint túlgondoltam ezt a dolgot. 3 perc van pontosan, 8 óra jövünk a hírek után. Elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra múlt, 11 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, hétfő van, indul a hétfő, hűvös hétfő. És el nem tudom, hogy lesz-e melegebb. Hűvös hétfő. Olyan volt, ami dal, vagy nem tudom. Lesz még egy kicsit melegebb, lesz még indiánján. Ugye, hogy az emberek elege van a melegből, hát bejön egy hűvös nap, és egyből miért nincs melegebb? Nem? Például hülyén működik az ember. 40 fok van, de meleg van. A melegből? 8 fokat mutatott az autó, miért nincs egy kicsit melegebb? De tényleg jó lenne. Kínoznak már az üzleteid, vén ember. Tényleg. Miért bántott szegény Balázs? Hát, hol van még attól? Nekem szólt, én válaszolok rá, csak a Ferivel néztél. Mi van már, te se vagy elég. Már nem meri. Lemerevedett a nyakad?
Jó, gyerekek, nincs baj, hát én két kicsit korosodó ember elülök itt, ez egyáltalán nem baj. Hát kicsit már itt fáj, ott rakok, ott mozog, én... itt van becsípődve, srácok, nem baj, hát kijárjátok nekem az utat, adtok jó telefonszámokat. Már látni fogod, hogy merre van előre. Tudom, hogy hol van jó. Figyeljetek, én komolyan mondom, hogy én annak körülök, hogyha egyel kevesebb helyen fel. Most tényleg én nem akarom magamat. Ne akarom. Legyetek már ennyire papperek, most jöttök csak ezzel, hogy már engem semmi baj. Meggyógyult a jobb vállam, most iszonyatosan fáj a szemcsontom valamiért. Állandóan van valami bajom. De tényleg? A sok sport, ez a baj. Ez igaz, hogy 40 fölött, ahogy fölkezd, egy kicsit ez ropog, az ropog, itt fáj, kicsit nyújtózkod, ja, most ezzel vagy macskásodva. Azért fáj, mert megpróbáltam leszedni egy régi pedált egy gyerekbicikliről, oda szorítottam a mellkasomat ugye az üléshez, és valaki annyira meghúzta, mint az állat, mint apám húzta meg annak ilyen ezeket a csavarokat, és húztam, és hallottam egy roppanást, és valami a szemcsontomat szerintem félrecsúszott. Szóval recseg, ropog a dolog? Recseg, ropog. Úgyhogy de most a vállam már is nem fáj, már alig várom, hogy mi lesz a következő. Kuki jó formában van még reggel? Hát. Igen? Hála Istennek, lekopogom. Csapkod jobbra, balra. Felkelti a kis gazdáját? A felét kívánom neked. Nyugtass meg, hogy ő még fél órában korábban kell, mint te. Tehát addig jó. Addig jó. Ha már 10 perccel után, akkor már nagy a baj. Ha le se fekszik. Hívj fel, kisgazdám! Ébresztő, kisgazdám! Ébresztő! Már fél órája fenn vagyok. Így van. Csinálj velem valamit. Hasadra süt, jó? Jól van. Na, akkor az emlék nélembe. Fóton Dula kezdi felé, a felüljáró előtt baleset, lassan lehet haladni torlódáson. Adrien küldte nekünk. Meg a dugó. Miért van az, hogy a 10-es út rosszabb az új körforgalom óta, Roland? Csak egy szavatokba kerül és elbontatjuk. Tehát ha nem szeretitek, ha nem vált be, ha nem jó, akkor belállunk és elbontatjuk. Ez most azt szeretnétek, hogy építessük, mert megépítettük. Most mit csináljunk? Felüljáró? Nagyobb legyen. Nem tudunk ennél többet tenni. Két sávos. De én is hallom, igen, hogy sokat nem segít a körforgalom. Pedig azt hittem, szemmeggyőződésem volt, hogy ott hát az jobb, jobb lesz. Azon a helyen segít, csak aztán egy kilométerre bejjebb megint baj van. Ott vasúti átjáró, aztán, hogy beérsz a városba. Építessünk még egyen. Hát legyen még egy gyerek. Mondjátok, hol van a baj, megpróbálunk mindent megoldani. Pilisvörösváron lezárták az aluljárót egy sávra, se lámpa, se rendőr, se tárcsa, se ember, és elmebaj mindenhonnan. Tata és Győr között az M1-esen baleset nincs, és trafipax sincs, úgyhogy ott minden oké. Gergő küldte nekünk, Pest felé az M5-ösen baleset miatt több kilométeres a dugó, a sor vége a nullásnál van. Haha, Szöcön a falu szélén fát vágnak, mindenki vigyázzon. Pocak írta nekünk, Szöc, ez nagyon jó. És régi M0-ás Pest felé beállt, mert az M5-ösön baleset van, rendőr irányít, plusz építkezés is van. Gabesz küldte nekünk. Érd, Budapest között beállt minden, tudjuk az okát? Érd és Budapest? Igen, az elterelés, ugye kettő sáv van, és a szalagkorlátot cserélik betonelemekre. Egy részt már meg is csináltak belőle, ennyi az oka. Plusz az, hogy olyan okosak az emberek megint, hogy ki van írva, hogy egy sáv van az M7-esen, és ott van egy olyan sáv, ami az M0-ás felé megy. Így van, elmész jobbra az M0-ason. De azt megnyitották az M7-es felé is, tehát egyenesen végig tudsz menni. Tegnap jöttünk arra felé haza, senki nem ment rá. Nem, de féltek. Jogkövető magatartás. Hát figyelj, az a M7-es, akkor az az M7-es. Ott egyenesen kell menni, igen. Na nézzük az SMS-eket, mivel is foglalkoztunk ugye a játék előtt. Új szabályozás lesz a társasházakban, és egy cikk szerint a társasház korlátozhatja az állattartást a lakásban, vagyis hát lehetnek kikötések majd, és a működési szabályzatban ugye eldönthetik, hogy egy közgyűlési határozatban hogy lehet-e tartani, milyen állatokat lehet tartani, a közös terekben hogy lehet tartani, kicsi lakásokban engedjék, ne engedjék. Szóval rettegjenek azok az állattartók, akik nem tartják be a szabályokat. Büdös az állat, sokat ugat, baj van vele, kint lakik a lépcsőházon, mert ilyen SMS-eink is vannak, mert hogy a társasházakban legalább ott már szabályozva lesz a dolog. Nem tarthatsz bármit és bárhogy. A már meglévőre is lehet kérni ilyet, vagy csak az újonnan beszerzett állat? Hát ha most házszabály meghozza, nem, hát a házszabály meghozza a akkor döntést. Akkor mit csinálsz? Kidobod a kutyát? Nem, hát elköltözöl a társasházba. De ha jól viselkedik a kutyát, nem fogják kirakni. Hát jó, de ez egy olyan, én kutyám mennek az egész lakásba, és mindenkinek végig vizsgálják a lakását, így végig mennek, lángolok keresztekkel a fejét csuk. Hol var az állat, igen. Na nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink. Faluban lakunk kertes házban, és egy külföldi idős pár költözött a szomszédházba. Kutyánk ugat, mert más dolga nem nagyon van, a külföldi úriember meg fújja a kutyasípot. Mindenki hallja, csak a kutya nem. Szép napot, Dóri. A 12. kerületben volt a harmadikon egy barlanglakó, csillárműves, az a tipikus mormogi fajta. Volt egy folyton ugató, kb. 20 éves zsebkutyájuk, meg egy sólyom az erkém. Ha mond minden reggel 6 körül végül lecsatogott papucsban,
a harmadikről, miközben a kutya végigugatott, a sólyom meg a háttérben visított. Ekkor is, és egész nap. Egyszer kiírtam az ajtóra az állattartás szabályait, két perc alatt letépte, de legalább pár napig javult a helyzet. Paneltársas ház, írja valaki, plakát a bejárati ajtón, kiszökött a kedvenc kígyónk. A csövek mentén bárhova eljuthatott. Ha meglátnák, kérem szóljanak, ne ijesszék el. A feleségem két hétig sodrófával járt a vizes helyiségekbe. Laci küldte nekünk. Köszönjük. Megszökött a kígyónak. Persze, hát, ne ijesszék meg. Nem vagy nyugodt, mikor leülsz a budira. Ne ijesszék meg a sikításukkal. Ugye visszajöhet? Alul visszajöhet? Hát nem is csak alul, harba? Azért tudod. Hát ott mögül le, ott van, fölülről. Hát leülsz a budira, ott tudod, hogy egy kígyó szabadon van azért. Akkor már nem ülsz le. Nem olyan. Csak potyantasz. Így van. Gyorsan. Fölállsz az ülőkére. Hosszú éveken keresztül nagy testű keverék kutya reggeltől, ahogy elment a gazda dolgozni, amíg haza nem jött, konkrétan farkasordítással non-stop ugatott. Mit tettem volna legszívesebben, írja egy hallgatónk. Azt mondja, hogy a szomszédnál két kakas van. Hajnali 3:30-kor kezdik a kukorékolás. Jimmy szelleme kísértett náluk. Zsóka küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. Itt van velünk Dávid. Hello Dávid, jó reggelt! Hello, sziasztok! Na, Dávid, te hol laksz? Társasház vagy családi ház? Nem, hát mi családi házban lakunk. Háziállatunk nincsen, de szerencsére a környéken bármi megtalálható. Na, mi van a környéken? Nagyon meg vagyunk áldva. Tehát nincsen macskánk, de szerencsére a környéknek az összes macskája idejár, amit füvünk lesz tisztítani. Na, de hát jó a fű minősége valószínű, nem? Hát, vagy találnak ott valamit? Megvan trágyázva kétség kívül. Úgyhogy itt a szomszédok már hülyének néznek, mert figyeljük az udvart folyamatosan, és már nem győzünk sítszelgetni, hogy tűnjenek innen. Mikor okosak éjszaka jönnek, amikor alszotok? Nem, hát a nap minden szakába. De miért pont hozzátok? Mert az még nincs lestopolva. Nem. Hát igen, mert az tavaly. Az senki. Itt ugye se kutya, se macska, semmi, és azért gondolom, nincs aki elijesztik. Ja. Aztán a szomszédban van egy kutya, aki ilyen herélt kakas hangon vonyik. Az már megtévesztés. Fél ötkor kezdi, és ugye hát ez nyáron, amikor ugye próbálunk szereztetni, ilyen meleg van, próbáljuk kicsit beengedni a hűsöt, az ugye... Hát nem túl kellemes. Uh-huh. De nem lehet, hogy csak jelez nektek, hogy gittelő macskák vannak a gyepen? Igen, és próbál átmenni rendet tenni, igen. Lehet, ez ami nem gondolkodtam, és akkor ez még mindig nem elég. Szembe szomszédban van két ilyen nagy papagáj, ugye ezek után arab papagájnak mondják őket. Hát ezek olyan hangon bőgnek, hogy ezt legalább 3 utcával lejjebb is lehet hallani. Úgyhogy egész nap megnatkozunk, azt kell mondjam. De mi, a papagájok kint vannak a szabadban? Kint vannak az udvaron, egy ilyen ketrecbe tartják őket, két darabot. Ugye ezek a nagy testű papagájok, és egyszerűen... Valószínűleg látják a macskákat. A macskát látja a kutya, tehát nálatok egy ilyen ördögi kör van, hogy a kutya ugat a macska miatt vonyít a papagáj. Szabad is ki a papagájokat egyszer éjszaka. Annyi el kell engedni a papagájokat. Hát lehet, egy sörétes puskát be kell szerezni most. Vagyasz. Hát nem. Vagy ha nem arra, hanem mondjuk Jákó, akkor meg lehet tanítani és hiccelni. Ez egyébként tényleg tanítsák a papagájt. Erről ezzel macskákat, igen. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Sziasztok. Hello, hello. A lépcsőházunkban nem szabad kutyát, macskát tartani, egy idős hölgynek mégis van kutyája, azt mondja, csak vendégségben van nála. Na de 5 éve, Marika néni, 5 éve. Ez egy jó ügy, ez amit ugye Feri néni azt mondaná, hogy... Vendégségben van. De hát 13 éve itt lakik, Marika néni. Feriéknek mondjuk az ajtóról kiszűrődik egy kis röfögés, egy kis kotkodácsolás, egy kis hápogás, akkor ott azért mindig megvan az alibi. Egy jó napot kívánok. Vacsora. Na, semmi. Csak leszünk is, enni kell valamit. A tepertőnek van itt az, meg a sok. És vége van, igen. Nálatok nem hosszú ideig tartanak ezek a hangok. Tegnap este elég zavaró volt, hogy a kutyák láncban ugattak, mert elloptak 15 pöttyös köcsögöt. Az is kemény. Azt mondja, hogy állat, rohadjon meg az összes szomszéd, akinek a macskái telegítelik az udvaromat, és összekarmolják a motorháztetőmet. Német juhász méretű kutyák kettesével tartva 56 négyzetméteres panelben, és mind a kapuban pisil, olyan szagot generálva, mint a fesztivál WC-k. Azt mondja, hogy szomszédokban mangalicák és lovak is vannak, szag elviselhetetlen. Azon kívül német és angol dogok, amik folyamatosan ugatnak. Nem lehet aludni, nem lehet szellőztetni. Kissé frusztrált vagyok. Zsófi írta nekünk. Nekem afrikai fehérhasú törpe sünöm van, az egyik lakótársamat megharapta, ő azóta nem szereti. Amúgy nagyon békés állat, minden este a motoszkálására igen. Alszom el, abba, Dóri Györgyből. Igen, abban sem érzem a veszélyfaktort, ez a fehér sünike, nem? Ott ennyi van. Van hangja a sünnek? Nincs nagyon. Nem kijavítja. Ja, nektek volt. Nekünk volt sünink, de csak házon kívül.
Nem volt bent a sün? Nem, kitettünk, nem egy kitett. Ja, az a sün volt? A valami afrikai fehér sün. Ja, amikor elmentem Afrikába. Igen. Hát az nem volt hosszú életű. De most miért promotálod az RTL-nek egy másik műsorát? Hát azért, hogy egyszerre beszélek sűrről, meg egyszer egy új műsorról, vagy egy régi új műsor házon kívül. Igen. Volt, igen, hát mindenkit lebeszélnék erről. Hogy afrikai törpe sűn tartson. Nem egy vidám dolog. De miért? Csendes? Büdös, nem, ja. Rohadt büdös, nem csendes. Éjszaka ugye ez vadászik, tehát éjszaka mozog, nappal alszik, aha, tehát a gyereknek dögunalmas, mikor a gyerek elmegy aludni, akkor kijött, és 13 órán keresztül kaparta. Ráadásul, ha nem foglalkozom vele minden nap, egy napot kijött, akkor barátságtalanna válik. Harap, szúr, tehát semmi szerethető nincs. És semmi egyszer szerethető ráadásul nincs benne. A Viki leesett vatapamacsnak nézte. Sejtetem, minek a igen, nem, mert beszökött a budiba, és a Viki mellé nyúlt a papírnak. Azt mondja, hogy nálunk, mint olyan a helyzet, igen. Győr belváros a padláson libákat tartott az ismerősöm apukája, de szerették a szomszédok, mert vidám pasas volt ettől eltekintve. Na jól van, köszönjük szépen az SMS-eket. Azt nézem, hogy van-e friss közlekedési hírünk, mert hogy többen kérdeztétek, hogy mi a helyzet az M7-esen az Érdi lejárónál. Az nincs, viszont a Csepeli bejáratnál baleset és Soroksár minden irányba beállt, a szokásos hétfő reggel van mindenhol dugó. Mi a helyzet a dohányzással? Hogy állunk? Nagyon jó. Na, mesélj. Ugye Feri elmondta, bocsánat, csak ha valaki nem tudta volna, vagy nem hallgatott bennünket a múlt héten, hogy elindul Feri leszoktatása a Morning Show-ban. Nincsenek meg még a lépések, de Feri elhatározta, hogy leteszi a cigarettát. Így is van. Ma megtak egy SMS-t, amivel neki üzentek, és ezt félreértetők a leszoktat. Igen, szokjál le Feri, és ezt másolt az SMS-t. Leszoklak. Csak egy kicsit félreértetted. Leszoklak. Na hát, bennem megvolt az elhatározás, én bekészültem répával, uborkával. De nincs most répa, zeller, semmi nincs. Ez nem volt egy nagy elhatározás. Egy napig zabáltál az zöldséget? Bocsika, én elkezdtem. Mit? Jöttél te. Én? Mit? Igen. Hát én hoztam. Hova várjál, hagyd fejezem, hadd mondjam már végig. Mikor? Most? Behoztam a répát, mi? Hogy akkor ja, elindul a rendület, a igen, répát és a cigit, hogy leteszem. Igen. És erre ti ezt mondtátok, hogy ez így nem fog menni, majd ti megoldjátok az én problémámat. Itt ülök és várom azokat a lépéseket, amelyeket meg kell tennem ahhoz, hogy ne dohányozzam. Egy nap után megutáltad a zellert, a répát, és most ránk fogod, hogy miattunk. Hát ti kezdtél. Te hallod ezt? Én nagyon... Nézd a függőt, nézd a lánzdohányos. Egy nap alatt talált egy érvet, hogy miért ne szokjon le. Nem, azt 5 perc alatt találtam. Nem, a nem. A módszert várod? Igen, hát ti ne gyújts rá. De ez nem úgy működik. Meg is hagyd abba. 30 gyönyörű év után ez nem úgy igazad működik. Igazad van, én ígértem neked különböző módszereket, hogy első. Végig viszlek ezen az úton. Van. Így van, egyébként tegnap kipróbáltam, egy 10 percig nem gyújtottam rá. Nagyon jól ment, mondtam, hol? Akkor meg tudom csinálni. 10 percig nem gyújtott rá. Ez mennyire számít rekordnak a te életedben? Nagyon. Ez egy nagyon komoly időintervallum, vagy lehet, hogy 15 is volt. Mondtam, hogy akkor meg tudom csinálni, így aztán örömömben rágyújtottam egy cigire. Tehát, hogy várom azokat a lépéseket, hova kell mennem, mit kell csináljak. Én készen állok. De úgy nem tudsz leszoktatni, ha én leszokom magam. És addig dohányzol? Tehát addig szívod? Hát de akkor nincs leszoktatás, ha most én ezt leteszem, akkor hagyjuk a francba. És nem is át kevesebbre semmi? Tehát ugyanúgy. Az menekülés, az a kell, olyan nincsen. Vagy sőt, rátettél még egy lapát. Vagy hát utolsó napok vannak. Utolsó napok vannak, így is van. Tehát vagy leteszem, vagy hogy szervezed, hány hét, hány hónap, hány év lesz az utolsó nap? Meddig tart? Meddig tart a dolog? Október 1. Mi az október 1? Október 1 a szeptember vége. Dátum. Addig meg kell csinálni. Ezek van mindenre vissza. Mire? Tehát október 1-én akarod elszívni az utolsó cigarettát? Nem, addig kell megcsináljuk. Tehát ha te holnap hozol egy olyan módszert, amit megcsinálok és leteszem, akkor holnaptól vége. De a végső dátum az október 1-ének kell lenni. Nincs tovább. De akkor miért nem várjuk meg csak simán az október 1-ét és hagyod ott abba? Hát erre mondtam volna egy szépet, de inkább nem teszem meg. Na most ha kihátrálsz, akkor holnap megkapod az első módszert. De mert ha kihátrálsz, akkor most leteszem, és nem gyújtok rá többet. Ne. Meg tudom csinálni. Én megígértem, én vagyok az, aki le akart téged szoktatni. Holnap jön az első módszer. Nem tudom, mi lesz. De holnap elindulunk a rögös úton. És legyen. Október 1-ig kell téged oda eljuttatni, hogy nem dohányzol. Ha holnapi olyan módszer, akkor holnap már leteszem. Ha nem olyan módszer, akkor várom a következőt. Mi ígértük neki? Ebben igen, igaza van. Igen. Illetve pontosabban én ígértem. Igen. Jó, az olyan, holnap jön az első módszer. Egy rövid egyórás rugdósás után, ha jól emlékszem,
amikor kaptam hideget, hát meleget a répával, utána a jó éned előjött, és azt mondtad, hogy te majd segítesz. Rögtön ezekkel a közismertekkel kezdjük, tehát itt a biorezonancia, meg tapaszt, meg hason, nem? Nem, hozunk egy legyen pokrócot, speciálisabb. Rádobunk egy pokrócot, nem tudja, hogy ki van a pokróc mögött, és kicsi a rakásjátszunk. Ha nem szokik le, akkor szerdán megint átmegyünk egy másik módszer. Jó. Nem tudom még, de elindítjuk a dolgot, van egy-két ötletem, hogy lehetne megcsinálni, úgyhogy nem feltétlenül ilyen biorezonancia, meg a 10 alkalom, tudod, tehát az nem biztos, hát ez gyorsabb, nem biztos, hogy jó. Mással kell elveni. Tudom, hogy égessünk például tömjént a köldökében. Hát ha. Jó, addig megnézem, hogy kell-e valami kiegészítést csinálni. Tehát holnapra már egy kis stratégiával jövök. Hát, hogy legyen nálad zeller, lefoglald-e a kezedet, működnek-e azok a stratégiák, hogy csak minden másodikra gyújts rá, legyen a kezedben egy ceruza, egy műcigi, mit tudom én, egy cigirágó, pipa, nem tudom. Abban nem hiszek, hogy fokozatosan le lehet szokni, abban hiszek, hogy módszereket kell kipróbálni, és ha egy is sikerült, akkor megpróbálom valami egyik napról a másikra letenni. Tehát holnap kevesebbet, mint ma, ebben én nem hiszek. Én nem is próbáltam meg, azt várom, hogy miután kinyilatkoztattatok itt múlt héten, hogy ti vagytok az istenek, és ezt meg tudjátok csinálni, nagyon vártam, hogy ma lesz valami módszer, hogy itt vár valami kis, nem tudom, akármicsoda, gyógyszer, tapaszt. És mostában úgy gyújtasz rá, hogy már búcsúzol tőle? Tehát már vagy szemnek látod, úgy gyújtasz rá, kicsit belegondolsz, hogy Jézusom, két hónapon már nem fogok, tehát minden egyes rágyújtásnál úgy szívod, mint egy halálra ítélt infomániát? Tehát csütörtöktől az utolsó cigijeimet szívom. Igen? Ez már alig 4 nap. Nem emelkedik pánikszerűen, hogy gyorsan most többet? Nem? Mennyi napi doboz? Persze. Napi doboz? Hát azt megbeszéltük, hogy én azt tartom, ha buli van, és már pedig péntek, szombat, vasárnap buli volt, akkor volt? Kicsit több. Atya úristen. Jó, hát figyelj, össze kell dugnunk, Jani. Hát dugjátok, de én arra nem vagyok kíváncsi. Ez jó. A ti bulitok. Egy jó piszézés. Össze kell dugnunk a fejünket, akkor ez kihívás, de akkor el kell indítani. De abban is gondolkodjatok, ugye a fogadásban is gondolkodjunk, mert az szerintem motiváló erő. Azt a rengeteg pénzt, amit nem költök el dohányárul, azt mire fordítsam? Hát most hosszan be a családi pénz. Hát az most segítesz, vagy nem? Gyűjts a gyerekeknek lakásra. Nagyon jó. Ne beszélünk el a békával, szerezünk el a gyerekekről olyan képet, amin éppen sírnak, mert mit tudom én, kimaradt a napi 5. étkezés, vagy ilyesmi. Azt sosem maradsz ki nálunk. Ráragasztik majd a dobozra. Mindig ezt kell látnia. Kezdőben ezt is látja sír, hogy miért sírnak? Biztos azért, mert sajnálnak, mert féltelek. Csináljunk egy éhes soma képet, és azt tegyük rá. Azt tegyük rá az összes cigi dobozra. Egyébként igen. Jó, de azt nem tudjuk, milyen, hisz soha nem volt éhes. Na jó, oké, hát akkor induljunk el. Induljunk el az úton. Nézzük meg, hogy mi lesz ebből. Jó? Várom nagyon. Egyébként egy csomó ajándék jött már, oda tettem az asztalodra, tehát nem módszerek, olyanok, amelyek a leszokáshoz vezető utat segítik. Én mindent rád bíztam, tehát ott van az asztalodon, ha akarsz valamit használni belőle, akkor azt nyugodtan használhatod. Jó. Jó, átgondolom ezt a dolgot. Ha valaki játszana velünk hármasugrás, jelentkezzen SMS-ben. Jó, csak annyit kell írni, hogy játszanék, hármasugrás, bármi, amivel mi tudjuk, hogy játszanátok. Mi meghallgatjuk Ákos híreit, aztán jövünk a hírek után. 8:30 múlt, pontosan 8 perccel itt vagyunk újra. Nem tudjátok, mi lett az F1 vége szombaton? Annyira berúgtam, hogy nem bírtam felkelni. Kari a naphallgatója küldte ezt nekünk. Nem nézek hosszú ideje a Forma 1-et. Mi lett a Forma 1 végeredményem? A szokásos, azt hiszem, Hamilton. Igen, Hamilton nyert, megint? És rájöttem, egy kicsit balszerencsés voltam, az elején sikerült lefullasztani az autóját, és visszaesett az utolsó helyre, úgyhogy nem. Szegény Räikkönen. Voltak nagyon boldogok a csapat vezetőségénél. És ki vezet az összetetben? Hamilton. Mm-hmm. Igen? Ki a negyedik? Nem tudom, a másodikat kérdez. Azt sem tudod. Rosberg. Igen? Nagyon felkészült vagy. Az ürömi körforgalom jól működik, a vasúti kereszteződés miatt áll be, ezt Misi küldte nekünk. Köszönjük szépen, az M5-ös két M0-ás felüljáró közötti része 50 perc alatt teljesíthető, és az M0-ásról az M5-ösre jövő autók miatt utána is araszol a sor, aki teheti, kerülje lesz a szakaszt. Krisztián küldte nekünk, köszönjük szépen. Rengetegen drukkoltok Ferinek, és elindult egy ilyen országos szokjunk le Ferivel mozgalom. Így is van, gyertek velem! Tehát mindenki, aki dohányzik, annak holnap eljön az első alkalom, bár igazából nem, ezt rosszul mondom. Holnap mi Ferinek hozunk majd valakit, vagy találunk ki egy módszert, de ott lehet majd erre becsatlakozni, ott lehet erre rácsatlakozni, amikor is kitűzzük a dátumot, hogy kipróbáltunk X módszert, mondjuk nem működik, és akkor október 1-től Feri elindul azon a rögös úton, hogy nem gyújt rá. Idegesebb lesz,
feszültebb lesz. Nem? Igen. Kiabálni fog itt a műsorban, de ezt mi mind toleráljuk. Én nem ezért érdekében, hogy leszokjon a dohányzásról. Lehet, hogy ezrek fognak veled leszokni, aztán néhányan visszaszokni. Minden esetre mondjuk majd a pontos dátumot, illetve megnézzük először, hogy módszerekkel működik-e. Különböző általunk preferált módszerek. Közismert módszereket is ki fogunk próbálni, illetve alternatív módszereket is mindenképpen, illetve várunk is javaslatokat, például az az ötlet, hogy magánklinikától küldték, szívesen lekapcsoljuk a felé fél tüdejét. De drágák vagytok. Szóval, szoki lefelé. Jó, ez olyan ez a szok le, mint a Bence műsorában a aki nem tetszik, mi volt? Aki nem tetszik, nyomd ki. Uh-huh. Hát gyerekek, ha nem hallottam, hogy aki nem tetszik, nyalt ki. Ennek hallottad? 65-ször. 65-ször. Érdekes, ez nálam pont ellenkezőleg szokott működni. 65-ször hallottam úgy, hogy ha nem tetszik egy fiú, nyomd ki. Mond, úgy völti ezt 30 nő. De ez műsorban, én ezt nem így hallottam. Csak néha mázibulim voltunk, hogy belehallgattunk. Ha nem tetszik a fiú, ez volt. Ez lett a hadsó, mert többen felkaptuk a fejüket. Valójában ezt mondta. Közelben vagyok, berohanok, hogy gyűlöljetek. Valójában ezt mondta, valójában jól hallottuk, de aztán kiderült, hogy nem, csak mi már ilyen 40-es felnőttek ezt egy kicsit félre. És rögtön érdekelni is kezdett a műsor. Milyen alternatív? Na, milyen bevállalós. Milyen bevállalós lett az RTL, igen. Na, elkészült az Irigy Hónajmirigy legújabb paródia klipje, gyerekek. Biztos sokan várták ezt már. A Well Hello-t és a slágereit nem tudom, parodizálják. Jó szót használtál. Igen. Ez nem mindig van így. Ez most egészen isteni szerencsé, hogy most pont egy odaillő mondatban egy odaillő szót használtam. Ez ritkán fordul elő. Került célkeresztbe. Milyen sűrű adnak ők ki dalokat? Ilyen 2-3 havonta egyet, nem? Hát, tehát ritkán, fél éve hát voltál. Hát mit tudom én, jön egy dal, jön egy előadó, országos slágerré válik, és akkor nagyon-nagyon sokat játszik, aztán egy picit kevesebbet, még kevesebbet lassan eltűnik, és akkor az Irigy Hónajmirigy még így kapcsol. De szemét vagy, itt van Varga Győző a vonalban. Hello Győző, jó reggel! Ciao. Hello, jó reggel! Hello. De tényleg lassan kapcsolunk egyébként. Egyébként jogos, amit a Janima, azért ez most egy fél éve vagy egy éves láger. Ez a rakpart, meg az apuved meg, hát mi történik veletek? Egyrészt alszunk valószínűleg, de igazából sokkal inkább az van mellette, hogy mindig megvárjuk, hogy tényleg beérik-e az adott szám. A másik meg az, hogy közben volt egy nyár, tehát hogy elkezdtünk rajta dolgozni áprilisban a rakparton, akkor közben már ment az apuved meg, az is nagyon jó lett, akkor elkezdtük összegyúrni, mire ezt megcsináltuk, addig a nyár lett. Nyáron akkor azért nem annyira akartuk kiadni, és akkor megvártuk vele az őszt. Tehát valahogy ez így... És így mi a következő? A Michael Jackson-től a Billy Jay? Igen, ez egy jó... Egy Beatles dal. Igazából azt vettük észre, de most azért nálatok is volt ez így korábban a rádióban a játszásban, például, hogy egy-egy szám sláger ment a rádióban, és amíg az eredeti egy igazán megy, meg egyfolytában megy, addig a paródiát nem fog előkerülni. Tehát van egy kis spét, amit érdemes betartanunk, legalábbis ezt tapasztaltuk így a távoli és közeli múltban. Bár nem értem, mi nem kerül elő? Tehát, hogy van hát, egy az eredetit játszák. Korábban nem volt hajlandó játszani, mert még az eredetit játszuk alapot a slágereket, ja, a paródiákat. Tehát, hogy, és ez tényleg így van, a közönség még az eredetit hallgatja. Most már lehet, hogy a közönség kupililát nem tudom, mit csinál az eredetitől, és akkor most jókor jön ugyanebből az ismétlés más szöveggel. De titeket még játszik valamelyik rádió? Igen, egyébként. Igen? Igen. Nem azért kérdeztem, Balázs. Nem rossz indulat, csak kérdezem, mert tudom, hogy mi sem nagyon. Én nagyon kedvelek benneteket, csak tudom, hogy nem nagyon van, aki nincs holami ridalak, ezért kérdezem, hogy még játszik valamelyik rádió benneteket, vagy vagytok valahol? Egyébként igen, elég sokat megyünk. Igen, hát nálatok más a helyzet, természetesen, mert ugye ti a legfrissebbeket, újabbakat játszátok, és ezek ellenére ugye ezek kevésbé kerülnek elő. De alapvetően manapság, hogy a neten elérhetőek a zenék, akkor bár... Szóval még él a remény. Még kell nyalni. Nagyon diplomatikus, hogy igen, még reménykedsz. Igen. De hát figyelj, még mindig betehetitek, és akkor tudod, mi a jó szó. Figyelj, tudod, ha nektek új dalotok van, azt mi legalább egyszer meghallgatjuk itt reggel, aztán, hogy mit játszunk és mit nem, az már sajnos nem a igen, azt mondom, nem a ti hatáskörök. Nem a mi hatáskörök. Ezzel én tisztában vagyok. Mondom, hogy ki 06-35-12-31, de... Mondom, úgy emlékszem, hogy így kezdődik a főnök. Igen, bemondtam volna, hívjátok őt, és minden kettő együtt esetleg. De amikor szabadságon van, ez ki van kapcsolva, és ez így még 8 hónapig. Figyelj, 157 000 nézték meg tegnap óta, ez lehet?
tegnap este került föl, igen. Betyárját. És iszonyatosan szalad, úgy tűnik. Úgyhogy, de már nagy volt a várakozás is, ugye már mi ezt mondtuk, hogy már kész van, meg már nyár közepén leforgattuk a videoklipet, és akkor már tényleg így kialakult egy kis várakozás ezzel kapcsolatban, és most nagyon elindult a meghallgatása, megnézése a számnak. Mi volt az előző, amit csináltatok, és amikor szintén felhívtunk? A Nincs Fuxa, de az április elején volt. A No Rockszáj, ugye? No Rockszáj, igen, No Rockszáj. Igen, pont Janival beszélgettünk, hogy mint a mostanában kevésbé lennétek igazán bevállalósak, hogy beszólogatósak. Tehát olyan jól fésült, helyes, kicsit beszólogatós paródiákat csináltok, de hogy nem mondtok oda úgy igazán. Sértődékenyebbek lettek az alanyok, vagy ti puhultok? Szerintem egyik sem. Én csak azt gondolom, hogy amíg teljesen friss dolog volt az irigy vonagyvirigy, így addig azt mondták, hogy hú, ezek megmondják, vagy egyáltalán bármit megmondanak, hogy az előadókkal kapcsolatban. Én nem érzem, hogy a régebbiek sokkal, de sokkal erősebbek lettek volna, mint a maiak, csak ma már nem tudom azt mondani, az inger küszöb is más lett, és azt várják el, hogy valami nagyon csúnyát mondjuk az előadóról, mert hogy az... De hát nem is lehetett, hogy csúnyán, ilyen, csak... Pont erről a púrásról beszélünk, amit most nem is csak, hogy csúnyán, csak lenne, én valahogy úgy éreztem a No Rockszájnál, és ilyen helyes, aranyos, de nem igazán durván beszólogatós, hát azért ott a mulatós dolgot azért sokféleképpen lehet egy kicsit keményebben kikarikírozni. Igyekszünk mindig lavírozni azon a vonalon, hogy inkább vicces legyen, mint bántó vagy sértő, és nem akarunk, tényleg egyébként igazából nem akarunk senkit sem megsérteni, de hogyha akartok olyasmit hallani a szöveg ötleteléskor, egyszer majd lehívlak benneteket, amikor dalszöveget írunk. Jó, hát persze, amikor is bekapcsolom a mikrofon, mi sokkal keményebbek. Persze, hát nyilván az ember mást mond, meg aztán mást énekel, persze. De azért volt, emlékszem a Csóra a téren című klasszikusotokra, amik azért hatalmas balhé volt körülött a videoklip körül, meg a szám körül is. Az nem volt ilyen, ez a videoklip között kicsit mondva csinált volt. Persze, de azért az egy bátrabb szókimondóbb volt, tehát hogy több volt benne az olyan utalás, hogy nyilván azt is értődik meg, akinek nincsen humorérzéke, meg nincsen öniróniája. Én bevallom őszintén, abban se éreztem sokkal több és erőteljesebb utalást, mint ebben, csak természetesen ott a téma, tehát hogy ott mindenki el tud kezdeni veszekedni, hogy most miről és kiről van szó, és akkor ezen lehet hosszasan veszekedni. Én abban se éreztem sokkal keményebb szövegeket, mint most így az apukádnakban. Én például most ebben is éreztem olyat, hogy hát nem biztos, hogy ilyeneket kell nekünk mondani. Te vagy a jó a csapatban, aki így szól, hogy jaj, gyerekek, ne írjunk már ilyet. Nem, én nagyon kemény vagyok. Én elképesztően kemény vagyok. Ott állok mindig, és de igen is ezt le kell írni. Igazából pont ezért vagyunk sokan, tehát ott ülünk 8-an, abból valaki biztos előjön a szociális érzékenység, és azt mondja, hát ezt még se kéne leírni. Tehát elég jó mintavétel. Azt hittük, hogy azért vagytok sokan, mert mindig van valaki, hogy cigi. Plusz több felé lehet menni. Azért vannak sokan, hogy három felé tudjanak menni. Nem, azért vagyunk sokan, mert ez jó. Tehát, hogy akkor előbb-utóbb sok hülyeség között valaki csak mond valami okosat. Tehát ez legalább ennek is van értelme. Na jó, hát meghallgatjuk akkor, jó? Mert szerintem lehet róla beszélni sokat, de az a legfontosabb, hogy mi ezt meghallgassuk, mert úgy derül ki sokak számára, hallgatóink számára, hogy ez milyen lett. Hát igen, és egész jó lett szerintem. Szeretitek? Jó lett? Igen. Nagyon örülünk, mert végre egy jó slágeres dal, amit föl lehet dolgozni, és mindenhol mindenki játsza és ismeri. És tényleg én már nagyon vártam ezt, hogy legyen egy ilyen igazi, ilyen úgymond nyári sláger, amit mindenhol hallok, hogy pár évben ezek kimaradtak. Igen, hát ehhez ugye érdemes úgy megnézni, most mi meghallgatjuk, de hát ez ugye kellenek a vizuális poénok is, mert azért rólatok lehet tudni, hogy tele van mindenféle képigeggel is, amit most nyilván nem tudunk megmutatni, de ezért kell azért megnézni interneten. Azért a Toldi, ahogy tartja a selfie botot, azt mindenképp nézzétek meg. Toldi tart selfie botot, tényleg? Igen, és a végén ül a fotós. Szellemes. Ez jó, jónak tűnik. Jó, meghallgatjuk, jó? Nagyon szépen köszönjük, Győző. Köszi, szóljatok, ha megint újdonság van. Köszi. Hello. Varga Győzőnek, köszönjük szépen. Győző az Irigy Hornai Mirigyből, köszönjük. Egyébként a Toldi selfie botot már írják is, hallgatok, hogy az zseni. De van még időnk, akkor hallgassuk meg most a hármas ugrás előtt. Jó, ha valaki játszana velünk, akkor még írhat SMS-t, van még egy kis idő, amíg annak kiválasztja a játékost. Addig mi meghallgatjuk az Irigy Hornai Mirigy legújabb paródiáját. Ez egyben Apu Vedd Meg és egyben Rakpart? Tehát a kettőt gyúrták össze? Kettőt gyúrták össze, azt látom a címe, Apu Vedd Meg a Rakpartot. Aha. Apu Vedd Meg a Rakpartot. Ez a címe. Na, ezt meghallgatjuk, és akkor jövünk is vissza. Lassan nehezen állok szóba önmagammal. Csak tudnám, ki tudás, hogy félelek csendában. Rellasztozni most egy újabb nagy dobásban. Figyul, ez még nekem is káros. Jégy heten a páros. Éjszaka járja a klubokat. Sikítok, mint aki látom. És nem csak a lányom.
én belehalok. Még egy kis beszólás, még egy kis beszólás a végén a Majkáiknak. Hát jó, kedveljük, igen, igen. De valóban kicsit puhábbak. Egyébként, nem? Igen, tehát, kevesebb a beszólogatás, igen. Lehetne ez azért kicsit szerintem karcosabb is, de megnéztem a selfie-botos történetet, a told is selfie-botot, a Fekete Lacival, a zseniális poén. Ahogy ott ül a végén, egy bio kamera, igen, és a Fekete Laci fölemeli a botot, igen. Na jó, van, ezt is meghallgattuk, játszunk, itt van a játékosunk, hármas ugrást, játszunk már is. Mindjárt játszunk. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Sziasztok, Andi vagyok Zalaegerszegről. Szia! Andi! Hello, Andi! Mit csinálsz Zalaegerszegen? Én egy adminisztrátor vagyok, egy gazdaság és humán tanácsadó irodánál. Ó, de jól hangzik. Szereted? Igen, szeretem, mert 5 év után sikerült végre egy 4 órás munkát találnom gyerekek mellett, és nekem ez csúcs szuper, és nagyon jó a társaságom is. Nagyon jó irodába kerültem. És itt a főnök is mellettem. Nem, nincs mellettünk. 5 évig nem dolgoztál? 5 évig, igen. Gyerekekkel voltál sikerült. Otthon? Igen, gyerekkel voltam otthon, és nem sikerült olyan munkát találnom, ami mellett ugye anyuka is tudtam lenni, maradni. És most végre akkor megvan. Igen. Mekkora a gyermek? Van egy 9 éves, meg van egy 5 éves. Ó. Hát és akkor vannak az állami megőrzőben. Az állami megőrzőben. Szépen mondtad. Milyen szép. Hát akkor a nagyobbik már suliban. Igen, persze. Ma már akkor nekik is elindult a nap, nem? Bőven. Elindult, és biztos irigykedni fog, amikor délután elmondom neki, hogy veletek beszéltem. Hát ha még viszel az ajándékot is, akkor mennyire? Vagy akkor irigy lesz, és egyben örül is fog. Megkérdezi hát, majd, remélem. Hogy... Van tőletek velik fia. Na. Mentünk mindig ilyen roadshow-kra. És hol találkoztunk? Kezdte és Nagy Kanizsa. És fotóink is vannak. Ó, hát akkor mi? Nagyon aranyos volt, legugolt a nagylányhoz, mert még elég kicsi volt. De ma már fölérne. Hát azért még nem, de azért már nagyobb. Tehát akkor mit tudunk megadni? Hát van mindenetek, nem? Hát, nem, én most beígértem itt a társaságnak. Szóval, ha csomagot nyerek, az az önké itt a irodában, majd ők veszekednek rajta. Ja, hogy akkor szétosztjátok, igen. Persze, a bögrét meg bedobjuk a közösbe. Hát óra van, morning show óra van a hármas ugrás. Nagyon jó. Olyan, mint egy konzervdoboz, és akkor ki kell félig nyitni, mutatja az időt, le lehet támasztani, nagyon-nagyon szeretjük, meg hát a hallgatóink is szeretik. Hűtőmágnesként is működik. Igen. Milyenek a kérdések, Jani? Hát, olyan kis hétfő, szerintem az első kettő az simán menni fog, a harmadikkal sem lehet gond, hogyha többen vagytok. Na, megnézzük. Így szól az első kérdés nyakbalkasztóért. Hogy hívják a kis Habreány című Walt Disney rajzfilm főhős nőjét? Ariel. Így van, Ariel, így van. Nagyon jó. Menjünk tovább? Persze, hogyne. Baseball sapkáért így szól a második kérdés. Milyen állat a hárpia? Hárpia. Milyen állat a hárpia? Ugye mondjuk sokat, de ő egy igazi madár. Hárpia. Madár, így van. Így van. Így van. Így van. Jó, folytott a rog. Fantasztikusan szép ragadozó madár. Egy sasféle. Bizonyám. Csodálatos. Bizonyám. Mi legyen a harmadikkal? Hát... Nagyon nehéz. Uh-huh. Nem nehéz. Nem, hogyha van netetek, akkor másodpercek alatt ki lehet deríteni, csak megyünk. Kérdés, hogy elég lesz. Megyünk. De, igen. Biztos. Így szól a harmadik kérdés. Azt mondja, hogy nézzük, melyik kontinens egyik legforgalmasabb kikötő városa Durban? Durban, így írják, csak segítek. Durban? Durban, kikötő Durban. Város. Vagy Durban. Durban. Ja. Durban. Így van. Sajon. Senki. No. Nincs ott valaki, aki internet Paprika. Előtt... Hát persze, csak gyorsan beírod, még el is mondom, Paprika. Hogy... Paprika. Hát elmondtam, hogy hogy írják. Dél-Afrikában van. Dél-Afrika. Dél-Afrika, csak beírod, hogy Durban, és ránézel a Wikipédiára, és amit kiír, azonnal bemondod. Jó, hát... Hogy... Még milyen az internetetek? Kábeles? Vagy hogy jön? Persze, kábeles. Betárcsázós. Betárcsázós? Hát adtunk azért egy 10-15 másodpercet. Nem, ben voltunk, még a dudatokban. Mit mondanak? Na, jó. Ben voltunk. Nem. Nem, sajnos nem. Na, nem. Mennek az ajándékcsomagok, nézzük meg, mit tudtok, jó? Jó. Bum. Hogy tetszik mondani, ne haragudjon. Mi volt a szó?
Hallottok valami? Semmi az égvilág. Nem, de a szoftver se hallja, az a baj. Bum! A végre! Jaj, de fáradt volt ez. Napka. Hát kérem! Mi van? Hiányzik a cigit? Ki? Nagyon! Már mennék! Kérem! De rohadtul rágyítanám. Na? Na? Nálam nem. Nem, de... Nálam se. Nálam igen, nem. 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 Kutyafája. A fenébe. Igen. Hát szomorú a búcsú, és nagyon fájó. Nem, mert jó volt veletek játszani. Tényleg? Még ezek után is? Hogyne. Igen? Hogyne. De most megyek aha át a Juventus rádióra. Azok mindig adnak a játékban. Szép búcsú volt tőletek. Andi, hát ez most nem sikerült. Nem baj, szép napot nektek, és köszönjük, hogy játszhattunk. Ne vicceljetek, hát ezért vagyunk, hogy játszhatok. Puszi! Oké, nektek is, sziasztok! Hello, hello, hello! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre! Szoftvert kell hangolni. Hát nem biztos. Lehet, hogy csak nem volt elég a buk. Így, lehet, hogy csak volt. Volt. Igen, 2 perc, pontosan 9 óra, jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra 12 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és folytatjuk a hétfő reggelt. Hűvös van, legalábbis hűvös volt, amikor mi elindultunk, uh-huh. Most már süt a nap, úgyhogy lehet, hogy melegszik az időjárás. Hát, de... ha kiállsz a napra, akkor csípős? Egy fokot. Már neked most megnézte, egy fokot. 13 volt reggel, amikor kiálltam a buszmegállóban, most 14 van az appom szerint. Hát egészen jó helyen állták ki a buszmegállóba 13 fokkal, az jó. Van ahol 5 fok, 7 fok. A buszmegálló. Ó, hát ott meleg van. Jó, de valaki felgyújtott a kukát. Azért, lehet, hogy azért volt meleg, igen. Na mi van, még egy utolsó előtti? Lecsúszott kint? Nagyon várom a módszereket, gyerekek. Én dohányos vagyok. Most a felelősséget észre. Én már múlt héten csütörtökön leszoktam volna, ha nem jöttök. Én azóta nem dohányoznék, aha, érted? Én egy férfi vagyok, aki elhatároz valamit, akkor azt megcsinálja. Akkor az jöttetek lesz, ti, nem. Jöttetek ti, hogy majd ti megmentitek a világot, mondom, akkor gyerekek, hozzátok a módszereket, végignyomjuk, addig én dohányzom. De annyira röhögök, vége a vegcsolásnak, pattansz, hogy rohansz ki. Nem, jó, hát addig dohányozhatsz, ez nem bocsánat, én nem élek hazugságban, hogy azt mondom, hogy leszoktam, az közben ízis tikába dohányzom így dugiban, nem. Én vállalom, hogy én egy dohányos vagyok, ti meg hozzátok a módszereket, és akkor majd meglátjuk, hogy mi a jó. Ha a békén hagytok, már csütörtök uh-huh. Volt, a szent életű vagyok. Ha, nyilván a három bulid a hétvégén nem gyújtottál volna rá. Nem, hát. Mm. Jó, mondjuk, ha elhatározás van, akkor nyilván nem ennyi. Szabad. Ennyi? Fogsz, szabad. Még majd könyörögni kint a büfének a sarkon, hogy fújják rá a füstöt. Igen, légy, csak hagyd szagolják bele. Légy, itt vagy, ne oda semmibe. Csak hagyd szagolják bele a dolgot. Ne pazarolj! Ne pazarolj! Az M5-ös bevezetőjén baleset lehet, mert tolatnak az autópályán az autók az M0-ás kijárata felé. Ede küldte nekünk. M5-ös, az a 24-es kilométernél van ez a baleset. 3 autó érintett, forgalom lelassult. Petya küldte nekünk. M7-es 132-es kilométernél mindkét irányból trafi vájt üzente. Aztán Székesfehérre elkerülön a városi irányába több kilométeres a sor. Aki teheti, kerüljön, Nono üzente nekünk. Köszönjük szépen. Fél srácok, kaptam fél liter mangolat. Nem te kaptál, mindenki kapott. Mindenki kapott, csak azért kérdezem, hogy... Guns N' Roses Laci küldte. Nem te kaptál, mindenki kapott. Ez az igazság. Ez mi tesó, mondanám, hogy most nincs igaza, de most igaza van. Többféleképpen lehet mondani, de ahogy Rákóczi mondta ma reggel, az tipikus hétfői. De miért nem azt mondod, Feri, akkor rögtön, hogy te... Csak azért kaptál, mert mindenki igen. Kapott, és téged nem akart megbántani. Valójában nem neked nem akart meg, csinálni. Jani, hát nem hitted, rugnálak meg. Azt hitted, hogy te biztonságban vagy. Hát itt mindenki ad mindenkinek. Ez egy adok-kapok műsor. Rászállunk a Ferire, a következő annyira pillanatban tipikus. Elfordulsz, és olyan állást kapsz azonnal. Csak azért kapsz, Jani, mert elszámolták a mennyiséget. Én itt maradt még valamennyi. Hogy neked is jusson. Ennyi. Jött egy még, hogy adjátok oda bárkinek, és arra gyorsan ráírta a Feri, hogy Janina. Így kaptál. Na jó van. Ja, mert csak kérdezni akartam, hogy belemerjek-e így. Bele.
az a Laci hozta nekünk, akivel múlt héten beszéltünk, ők védték a Guns N' Roses, mikor itt voltak, meg Prágában, és most kiderült, hogy Mangol Laci gyártó kisiparos is egyben, és testőr. Nagyon jó. Most hozott. Na. Nézd, anyám. Ki kóstolja meg először? Én megkóstoltam. Fincsi? Jó, tényleg jó, finom. Ahogy én dicsérek, ugye tényleg jó, finom. Nem, tényleg jó, tényleg jó. Én nem iszom olyan teljes dolgokat. Nem. Én nem iszom olyan teljes dolgokat, de jó. Finom, házi finom. Joghurt van benne, házi mangó, magyar. Ja, igen, magyar mangó, hátul termett a megy mellett. A megy mellett, és akkor abból csinálta a Laci. Nagyon jó, nagyon szépen, köszönjük, de rendes. Jó van. Valaki verjen már meg engem. Ne. Nagyon szívesen. Tényleg, én voltam az első. Valaki pofozzon már meg, gyerekek. Én nem tudom, mi van velem. Pofozzatok meg. Miért? Verje le egyet nekem. De miért? Tessék? De miért? Tényleg szabad? Nem, hát ha állt, valahogy kizök. Én mondom, olyan nyomot vagyok. Amiről már reggel beszéltünk. Észrevettétek, hogy baráti társaságok ölik egymást újra? Ott tartunk, mint régen. Észrevettétek? Állítsatok le, ha sok. Észrevettétek, hogy de igazad van. Én soknak érzem, de ugyanakkor megérzem, hogy most kivitesen ez a részedről egy őszinte felállodat. Rohadjál meg. Na most nem tudom, én napok óta annyira nyomott hangulatban vagyok, hogy egyszerűen nem tudom azt kikapcsolni, ami itt történik. Én nem tudom, hogy tudják azok, akik jobb kedvűek, és nincs ezzel baj, én nem tudom ezt valahogy kikapcsolni. Ami az országban, ami az országgal történik, hát egyszerűen itt élsz, hát valamilyen szinten erre reagálnod kell. És nem csak nyilván arra, hogy jönnek a menekültek, ami rettenetesen nyomasztó, hanem hogy mit indít ez el barátoknál, baráti társaságokban, hogy reagál erre az ország, az hihetetlen. Akkor nálunk az van, hogy baráti társaságban barátok veszekednek, törlik ki egymást, bannolják a Facebookról, hát, ölik egymást, üzengetnek, és vesznek össze úgy, mint... Volt ilyen, hogy valaki kitörölte? Volt, egy csomó, persze, az ismerőse közül azért, mert ő jót mondott, rosszat mondott, dicsérte, nem dicsérte, megvédte, nem védte meg, mindegy, hogy melyik a kettő közül. Mondjuk, hogy hozzáteszem, hogy már például töröltük ismerőst azért, mert neked beszólt. Ezt még jól tettétek, ki volt az? Jó, az a minimum. Ez add meg a szám. De ezt nem érzitek, vagy nem ez állapotom? De engem inkább, ami zavar ebben az egész dologban, az, hogy én mindig azt érzem, hogy ez egy picit a felszín szól, hogy ennek sokkal, de sokkal mélyebb gyökerei vannak. Tehát, hogy ez egy olyan általános állapot, aminek az előbukkanása, vagy az előbukkanására csak egy ürügy. Ez a menekült probléma. Az emberek egyébként olyan állapotban vannak, amihez kellett egy ilyen gyújtópont, mint igen, a menekült. Igen, és ez bármi lehetett volna. És ez bármi más lehetett volna. Van ebben igazság. Van ebben igazság. De az szomorú, hogy nem tudsz valamiről úgy beszélgetni egy barátoddal, aki ma már volt barátod, és kitiltottad a Facebookról. Nem tudsz úgy beszélgetni, hogy egyébként te A-t gondolsz, én meg B-t, akkor elbeszélünk, vagy megbeszéljük a dolgot, és utána tovább éljük az életünket. Ott az a szomorú, hogy nincs meg az a kultúra, hogy elfogadja a másikat. Az is szomorú, hogy nincs meg, igen, meg az szomorú, hogy micsoda hullám van mind a két oldalról. Pedig a dolog nyilván nem fekete vagy fehér, tehát nem lehet azt mondani, hogy csak jók, ártatlanok, és mindenki kedves, mindenki aranyos. Azt sem lehet mondani, hogy mindenki rossz, és mindenki rosszat akar, és gyűlöljük őket. Nyilván valahol a kettő között van az igazság. De én elmentem a Keletibe most hétvégén, mert kíváncsi voltam, hogy mi történik ott. És kíváncsi voltam. Vittél valamit, vagy nézelődtél? Én azért nem vittem. Már úgy, megnézted, nem, hogy mi van. A Viki nagyon sok mindent kivitt, én azért nem vittem, mert elsősorban azért mentem, hogy tudjak erről beszélni, mert kíváncsi voltam, hogy mi van. És azt mondta nekem három önkéntesnek elmondja, hogy mire van szükség, és én arról tudok beszélni, az most az én esetemben, vagy a mi esetünkben többet ér annál, mint ha vittem volna valamit. Egyébként nem volt nagyon, mint ma a Viki előző nap kim volt, és ő is kivitt egy csomó mindent. Szóval elképesztően sok a tévhit, meg én azt látom, hogy nagyon sokan ítélkeznek és beszélnek úgy, hogy egyébként alapjában nem tudják, vagy csak hagyatkoznak bizonyos orgánumokra, barátokra, ismerősökre, hogy mi történik, és mi van ott. És azt mondom, hogy jó, akkor menjünk ki és nézzük meg, hogy mi történik a keleti pályaudvaron. És nagyon sok minden nem úgy, ahogy azt hallott számomra, és egyébként megdöbbentő. Az egyik, ami a legmegdöbbentőbb volt, én ezt tudtam, meg ezt az ember gondolta, hogy ez így van, de hihetetlen önkéntes meló van kint. Szóval az egész egyszerűen megdöbbentő, hogy önkéntesek, akik
nagyon sokkal beszélgettem, akiket nyilván senki nem kért erre, hogy menjenek, senki nem mondta nekik, ételt osztanak, banánt osztanak, üdítőt osztanak, hivatalokat, szobákat alapítanak, ahol el tudják ezeket az embereket látni. Szóval döbbenet, döbbenet, amit ők csinálnak. Ezért furcsa az, én például arra vagyok kiakadva, hogy milyen kommunikáció folyik tőlünk nyugatabbra rólunk, illetve úgy, hogy gyakorlatilag kihagynak minket belőle, vagy kihagyják ezeket az embereket belőle, mert például most is láttam, vagy hallottam, pontosan egyik sem olvastam ezt a nyilatkozatot, hogy megköszönik a Németország és az ausztriai önkénteseknek a munkáját, azt a munkát, amit az önkéntesek elvégeznek a menekültekkel kapcsolatban, az ő segítésükre, és nem. A magyarok. Hát a magyar önkéntesek le a kalappal előttük, tehát hihetetlen, amit csinálnak. Ami megdöbbentő volt, hogy elképesztően sok gyerek van kint, tehát elképesztően, egyévesek, kétévesek, kéthetes gyerekeket láttam, volt, aki háromhetes, ott volt, aki ott született. Igen, olyan is van. Visznek nekik nagyon sok lufit, visznek el rengeteg gyurmát, és azt látod, hogy gyerekek ilyen kis sarokba rendeződve, ilyen 8-10-15-20 gyerek szó nélkül játszanak lufizak. Nagyon szeretik a lufikat például. Ha kidurran egy lufi, akkor mégis mindenki összerezzen, és oda kapja a fejét, hogy vajon mi történik. Tehát az egész megdöbbentő, az, hogy ellenségesek lennének, azt, hogy félni kéne tőlük, azt, hogy például egyáltalán nem tapasztalod. Tehát azt tapasztaltuk, nagyon sok önkéntes vitt körbe, nagyon sok mindenkivel beszélgettem, mert vannak arab tolmácsok, akik szintén önkéntesek, diákok, Magyarországon tanulnak, akik azért mennek ki, hogy fordítsanak. És találkoztam ilyen tolmácsokkal, és oda mentünk családokhoz. Hogy mesélj el a történetét, mondja el, hogy honnan jött, mondja el, hogy mi történt vele, hát döbbenetes, hogy miket hallasz. Tehát találkoztam olyan szír fiúval, aki elmondta, hogy őt előre küldte a családja, hogy menjen előre, és küldjön haza 100 eurót, és ahogy tudnak, majd ők is elindulnak. Egy értelmiségi családról van szó. És ott a keletiben egy héttel, vagy másfél héttel ezelőtt tudta meg, hogy mindenkit felrobbantották. Tehát mindenki meghalt. És ott találkoztam ezzel a fiúval. És oda ment az önkénteshez, és azt mondta az önkéntesnek, hogy most 16 évesek egyedül vagyok, hova menjek, mit csináljak. Tehát, hogy megdöbbentő. Sokan például azt mondják, hogy miért van náluk mobiltelefon. Hogy gazdagnak tűnnek, mobiltelefonjuk van, meg 500 eurós, meg 100 eurós. Azt tudni kell, hogy az első hullámban például a szírektől az értelmiség tudott eljönni, nyilván azért, mert anyagilag megtehették, és azért van náluk telefon, mert hogy ezek egyébként úgymond jómondú emberek, akik orvosok, akik ügyvédek, akik jogászok, és akik most éppen mennek Németországba, és azért van pénzük, tehát nem lehet összetéveszteni, hogy azért, mert valaki menekült, pénz nélkül legyen. Rengeteg orvos van kint, rengeteg ügyvéd, rengeteg jogász, ezért van pénzük. Igen, csak látod, ilyenkor rögtön bejön az a valós veszély, hogy jön a második hullám, akinek majd nem lesz pénze, meg nem lesz orvosi diplomája. Tehát jönni fog egy olyan menekült áradat is, aki nem ezekből az emberekből áll össze. Jó, persze, ilyen is van. Hát ad, persze, hogy ilyenkor persze. Mindig, amikor az egyik a kvázi jó oldalt, ha lehet ebbe egyáltalán ilyet mondani, egy jó oldalt, de nem lehet, de ezt a kicsit pozitív oldalt igen, fel. Ez a félelep, persze ez a félelep, de hát nyilván ezt sem Ausztria, sem Németország, sem Magyarország, sőt egész Európa sem rejti véka alá, hogy ennek valahol gátat kell szabni. Tehát, hogy ez nem mehet így, ahogy eddig ment. Igen. És nem lehet végtelenségig tolerálni az Európába érkező tömegeket. Rettenetesen félnek például. Tehát azt látod rajtuk, hogy voltak önkéntesek, akik pelenkát osztanak, nagyon sok adomány van. Tehát van egy sarok a Migration Aid hivatal mellett, ahova gyűjtik a pelenkákat, a tisztítókendő és ott elvesz a három pelenkát, akkor te nyugodtan tudod vinni a többieknek, és voltak olyan családok, ahova te leraksz egy pelenkát, amikor van neki három darab, és integet, hogy neki most nem kell, ő megvan. Van egy orvosi szoba, ahol önkéntes orvosok dolgoznak, vasaló deszkán vizsgálják a gyerekeket. Hát beszéltem az orvossal, bementem az orvosi szobába, kíváncsi voltam ott is, hogy mi történik. Hihetetlen, hogy milyen történetek vannak. Tehát volt egy 3 éves kislány, akinek olyan robbanás nyomokat láttak például a lábán, úgy tudták leszedni a szandált a lábáról, hogy beleégett a szandál a lábába. Hogy egyszerűen hihetetlen. És azt látod rajtuk, hogy üldögélnek, békések, játszanak. Nyilván ezt is olvastam, hogy koszosak és büdösek, és hogy hát milyen állapotban vannak. Van olyan csecsemő, aki fél éves volt, és most tudták úgy egyáltalán megfürdetni, tisztába tenni, törlőkendővel letörölni, hogy már kiütései voltak, mert ugye hónapok óta nem volt kapcsolat a vízzel. Tehát, hogy effektíve nem tudták megfürdetni. Ezek az emberek, ezek lehet, hogy 3 hónapja, 4 hónapja, fél éve, 1 éve úton vannak. Nem tudnak fürdeni. Persze, hogy büdösek, persze, hogy koszosak. Tehát, hogy nagyon sok tévhit van velük kapcsolatban. Kaja.
miért nem vesznek el ételt? Vagy miért van egy csomó kidobott étel? Ugye az volt, hogy nem fogadják el, vagy hogy visszaadják. Például a muzulmán nő tőled nem vehet el semmit. Nem ellenséges, nem veheti el. Az ő vallása szerint arról van szó, hogy te bármit adsz neki, azt mondja, hogy nem. De nem azért, mert ellenséges, azért, mert nem. Ha ott a férfi a családból, akkor a férfinek joga van elvenni. Nem ehetnek bizonyos ételeket. Például nagyon sok mindenkit megmérgeztek a szerb határon, elmondták az önkéntesek, hogy rengetegen meghalnak. Megmérgezik őket útközben, ahogy elindulnak. Tehát hihetetlen sok atrocitás ér őket. És csak azt teszik meg, amit ismernek. Tehát nem nyúlnak olyan ételhez, volt ott olyan család, akiben mondjuk a fiút 12-13 éves, a fiút megmérgezték. Nem nyúl az anyja az ételt, és mondja, hogy nem. Ha viszel nekik a banánt, amit ismernek, akkor azt elfogadják. De nem azért nem fogadják el, mert ellenséges, aki nem azért esznek, nem eszik meg a hús vagy a disznóhús, mert ők válogatnak, hanem mert vannak bizonyos vallási kritériumok, aminek megfelelnek, vagy olyan dolgok történtek velük. Tényleg csak hangosan. De ne kérdezzetek nyugodtan, ez érdemes. Ez gondolkodás a részemről, hogy ez ilyen dolgok, mint például az, hogy nem fogadja el az ételt, mert ugye vallási szabályok, meg törvények alapján, meg a szokásaik alapján ezt ő nem teheti meg, ezek nem jelzik azt előre, hogy ezek az emberek, ezek nem akarnak, illetve nem tudnak asszimilálódni Európában, hogy oda jönnek. Mert hogy fura, hogy oda jön Európába, segítséget kér, vár egy idegen nemzettől, egy idegen kontinensen, de nem akar változni. Ha te menekült lennél, és egy másik országban az lenne, hogy én nem tudom, csecsemővért így áll, és azt mondta, hogy nem, köszönöm. Na jó, hát most csak kérdezem. De nem ellenséges, neki van egy vallás, ebből beszéltem nagyon sok szírrel, képzeljétek, azt mondja, nem akarnak eljönni, gyönyörű ország. Tehát higgyük el, hogy nem azért vannak itt. Én úgy is elkezdtem, hogy elvárják tőlem, hogy én segítséget kérek. Jani, ha van egy, mert Rómában, ahogy a rómaiak szokták mondani. Igen, de van egy vallásod, gondolsz valamit, ez a te szádból egyébként rettenetesen fura. De nem rettenetesen fura, hogy ezt te mondod. Tehát ez nekem nem úgy, hogy ne kezdjél el majd visszatámadni. Nem, csak kérdezem. Nem az a fura nekem, hogy mi egy olyan felvezetés után visszatámadsz, akkor mondom, hogy hangosan gondolkodok. Én nem támadok. Igyekszek feltenni olyan kérdéseket, amiket egyébként az emberek is feltesznek, vagy feltennének, hogyha lenne egy normális platform, amin lehetne beszélgetni annélkül, hogy mondjuk nem egymást csesztetnénk, meg nem egymást támadnánk, hanem kérdéseket tennénk föl, és arra a kérdéseket, ha olyan választ adsz, akkor elfogadom. Ha neki az a vallása, hogy ő nem ehet meg, vagy nem fogadhat el, akkor ő nem tud egy pályaudvaron sem szembe menni a vallásával. Tehát kartonlapokon alszanak például gyerekek. Megdöbbentő, és nem kérnek semmit. Következőt kérnek, cipőt kérnek, mert hogy volt, találkoztam például egy olyan nővel, aki sétett a 3000 kilométert úgy, hogy egy gumipapucs volt rajta, és zoknival tömte alá a lábát. És azt mondja, nem kér semmit, csak egy olyan cipőt. Hogy miért nem vehet el olyan ruhát, azt mondják, hogy egy csomószor nem fogadnak el ruhát. Nem vehetnek föl például rövidújú ruhát, csak hosszújút, csak kabátot, csak pulóvert, mert nyilván ezt is tiltja a vallásuk. Tehát, hogy mondok neked erre egy példát, egyébként annak idején, hogy 40-es évek végén nagyon ugye a zsidó törvényének köszönhetően, meg a holokausznak köszönhetően, ugye rengeteg zsidó család került életveszélybe. Ezek a családok, ezek hajlandóak voltak arra, hogy védekezésképpen a holokauszt ellen, meg a deportálások ellen kikeresztelkedjenek. Uh-huh. Azért, mert azt gondolták, hogy ez megvédi az ő életüket, meg megvédi a gyerekeik életét. Mondjuk ha te a gyerekedet megmérgezték volna, például csak kérdezem, hangosan gondolkodó, és egy másik országban lennél menekült, akkor te bármit elmennél, és bármit megennél azonnal? Hát nem. Várjál, Jani. Csak válaszolj nekem, hogy például ismersz egy másik családot, aki ott mondta el a szírcset, hogy meghalt a gyerekem, mert megmérgezték, valószínűleg értelmérgezést kapott, megmérgezték. Utána te, mint másik család, egyébként én viszek neked, amit te tök könnyen elveszed. Hogyha ott valaki körülöttem elveszi ezt, és nem de ha nem veszi el senki, akkor te elveszed? De hát elvették. Hát ezek, amiket mondasz, ezek nyilván kiragadott példák. Nem mindenki viselkedett így. Nem, hát nem, én azokat, aki a sztereotípákat akarom eloszlatni, hogy mondjuk, hogy nem fogadnak el élelmiszert, vagy hogy nem ehetnek dolgokat. Hát persze, hogy bizalmatlanok. Tehát ezt nekünk ugyanúgy meg kell tudni érteni, mint ahogy nyilván ők is próbálják ezt a dolgot. Ahogy az európai ember is bizalmatlan velük szemben, hiszen azért egy olyan kulturáló van szó, ami számunkra idegen, és ezért azt látjuk a televízióban, vagy azt mondjuk a rádióban, hogy bizonyos helyeken, bizonyos nemzetek ellenségesek is velük szemben, ugyanolyan nemzetek, ugyanaz a kultúra, amit ők itt is képviselnek. De mondom, ez csak hangos gondolkodás a részemről, csak próbálok meg a kérdésekre választ találni. Értem, hogy mit mondasz. Nem, hogyha odamész és beszélgetsz velük, vagy megpróbálod őket megérteni, akkor valójában választ kapsz egy csomó olyan kérdésre, amit így európai fejjel nem értesz.
Tehát volt például olyan valaki, akit megkérdeztem, hogy oké, például, hogy Törökországból, ugye, hogy azt mondják, hogy Törökországban már nincs háború. És megkérdeztem tőle, hogy rendben van, akkor miért akarsz te Németországba menni? Mert az is érdekelt, hogy miért nem telepedik le olyan országban, ahol már nincs háború. Ugye ezt is sokszor mondják vele kapcsolatban, hogy miért nem áll meg. És azt mondja, hogy Törökországban 3 évig volt egy táborban, ez egy 20 éves fiú volt. 3 éven keresztül volt egy táborban, nincsen oktatás, nincsen semmi, tehát konkrétan kenyéren is vizen élnek, és azt mondta, hogy nem akar ilyen életet élni, és azért szeretne egyébként Németországba menni, mert ott lehetősége van. Tehát, hogy sokszor beteszik őket olyan országokba, persze, már nincs háború. Törökországban a legtöbb menekült. Törökországban fogadta, 3 évig volt egy tábor, 17 éves volt, amikor táborba került, most lett 20 éves, 3 évet volt, most került ide. Na, szóval úgy azért egészen más, ha ott vagy, és megpróbálsz egy-két kérdésre választ kapni. Igen, de ugyanakkor meglátod azokat a képeket, hogy az M1-es mentén, ahogy elindultak gyalog, mit hagytak maguk után. Mit mond erre az ember, aki kívülről nézi a történeteket, hogyha te bajban vagy, menekült vagy, én értem, hogy nincs személygyűjtőhely, de legalább nem szorsz úgy szét dolgokat. Jöttek a képek a buszokról, ami mellé nem tudok odaállni, hogy azt szerintem tök természetes, hogy úgy, hogy a menekülteket kivívő buszokat úgy tették tönkre jelentős részét, hogy most egy komoly felújítási munkák kell. Érted? Tehát, hogy értem azt az oldalt. Én ezt értem. Én most azért próbálok egy kicsit is a másik oldalra is állni, hogy ki mit akar láttatni. Nem fekete és fehér, nem mindegyik háborús menekült, jogosan kéne belépniük az unió területére, meg kell őket fogni, hogy valahol belépjenek. Tehát én nem ezt mondom, én azt mondom, én az emberi oldalát próbálom hangsúlyozni, hogy tulajdonképpen ami itt történik ma Magyarországon, az az, hogy a szemed előtt zajlik a történelem. Ez történelem. Ez 10-20 év múlva ez benne lesz a tankönyvekben. Tehát ezt tanítani fogják. Tehát ez történelem. Itt zajlik a szemed előtt. Mit lehet csinálni? Vagy elfordítod a fejed, és nem foglalkozol vele, nem jó megoldás. Vagy utálkozol, gyűlölközöl, gyűlöletet keltesz, nem biztos, hogy az se jó megoldás. Én azt gondolom, hogy 2 megoldás van. Ha nem akarsz, ne segíts. Ne utálkozz, mert ez nem fog megoldani semmit. Ha viszont segítesz, akkor viszont segíts úgy, hogy próbálod elvinni nekik, amire szükségük van. Tehát amikor látod azt, hogy anyák állnak az esőben, és ülnek, és tudod, hogy a következő 10 napban ott fog aludni a szabad ég alatt, és kiviszel nekik, még 10 darab voltak önkéntesek, nagyon sokan vannak, akik vittek polifomokat, és állnak sorba a polifomokért, és ott fekszik rajta a gyerek, és örül, hogy végre leteheti a gyerekét egy polifomra, akkor szerintem ott az emberi dolgot kell hangsúlyozni, hogy nekünk nem az a feladatunk, hogy ezt a dolgot megoldjuk, mert ez a tényleg nem a politika tudjuk feladata, hanem az, hogy megpróbálj az emberi mi voltodból, az emberi természetedhez hasonlóan, az emberi természetedből kifolyólag egész egyszerűen segíteni. Nem? És nem azt mondani, hogy persze, oké, szemetelnek. Az ultrák mit csináltak? Mit csináltak? De vagy a huligánok. Kukát, autót szétdobáltak, teljesen oké, igazad van. De ezt mondtuk reggel, és az emberi, hogy a szemetelésen nagyon jönnek, mert egyébként a szemetelés meg az egész országnak a problémája. Meg egy picit másik kérdés. Igazából tényleg itt az a baj, hogy nincsen elég tolerancia, de a tolerancia az ugyanúgy elvárható szerintem a másik oldal részéről is. Tehát, hogy a menekültek is legyenek toleránsak ezzel a kultúrával, ezekkel az emberekkel szemben, és mi is legyünk toleránsak velük szemben. Próbáljuk egymást megérteni, elfogadni, és akkor úgy mindenkinek sokkal könnyebb lesz. Ott most megint egy kicsit szétfelé megyünk, vagy szétfelé mentek, amiről a Balázs beszél, az egy ilyen tök emberi gesztus, hogy ez tök, az maga az emberség, hogyha látsz egy csecsemőt egy papíron feküdni, úgy, hogy este 7 fok van, hogy az alap, akkor segítesz, és ez kész. Nincs és kérdés. Ez a téma ezen része itt lezárva. Itt, és a 20, másik 30, dolog, amit te hozol 20 be. 20 éves, 30 éves, 40 éves magányos férfiaktól, vagy egyedül, vagy bandák tömörödött, csapatokba tömörödött férfiaktól tartanak leginkább, nem a gyerekektől. De azért mondom, hogy nem fekete meg fél, és annak is igaza van, aki fél, annak is igaza van persze, aki belegondol dolgokat. Tehát én nem arról beszélek, hogy ártatlan 2 éves síró gyerekekről és az anyáikról van szó, mert szerintem nincs fekete meg fél, valahol középen van. Én azt is gondolom, hogy komoly veszély az, amivel szemben állunk Európára nézve. Ezt én is aláírom, és azt gondolom, hogy nincs egységes európai uniós megoldás, hogy valamit nekünk is tenni kell, hogy valamit a politikának is tenni kell, hogy 50 év múlva lehet, hogy iszlamizálódni fog Európa. Tehát valóban én is látom ezt a dolgot. Én csak azt hiszem, hogy ha már itt vannak, és ha már rajtunk keresztül mennek,
akkor valahogy meg kell próbálni az embernek segíteni. Tehát én csak ezt gondolom. Persze. És ha oda mész, ahogy nem kell oda mentem, egy csomó mindent megértesz, amit valójában te sem tudod, hogy mi miért történik. Figyelj, rengeteg segítség. Dolgot ért meg az ember, ha egy kicsit megpróbál úgy befogadóbb lenni, oké, nézzük meg, hogy mi történik. Oké, nézzük meg, hogy valójában mire van szükség, hogy mi az, hogy nem fogadják el a kaját, vagy mi az, hogy ellenségesek, és oda mész, és a saját szemeddel kell, hogy lásd, hogy mi történik. Nincs hasznosabb tapasztalat, én csak erről akarok beszélni. De az, hogy ez nem tesz jót Európának, hogy nincs megoldás, hogy ennek mi isszuk meg a levét hosszú távon, ezzel is tökéletesen egyetértek. És az, hogy rajtunk sem segít egyébként az Unió. Most már hozzánk jön a legtöbb menekült. És az olaszok költségvetésének x százalékát kapjuk, a nem tudom, görögök költségvetésének x százalékát. Hát, minimális, azért, hogy helyettük oldjuk meg a problémát. Helyettük kell megoldanunk a problémát, mindenki rajtunk keresztül akar most elmenni. Persze, hát ezt segítek, meg kell tudni oldani. Van bőven, hát ezt lehet látni, meg lehetett olvasni, hogy például gyerekruhából, illetve élelmiszerből már annyi volt, hogy át kellett már logisztikázni másik helyszínekre. Ezt láttam, hogy a Migration Agency is megosztott ilyen posztokat, hogy bőven van élelmiszer, bőven van innivaló, gyerekruhából már magyar családok is vittek el. Ezt az egyik portálon olvastam, hogy már rászoruló magyar családoknak is adtak belőle, mert annyi jött belőle össze, hogy egyszerűen már nem tudták kinek odaadni. Tehát, hogy ilyen is van, nyilvánvaló. Abszolút, persze. Csak a gyűlölködés, az nem vezet semmire. Hát most a hétvégén volt egy ilyen videó felvétel, alakult is egy ilyen Facebook csoport, hogy megtalálják az illetőt, egy szlovák rendszámú, de egyébként magyar, vagy legalábbis magyarul beszélő tulajdonosú autóról van szó. Egy ilyen luxus autó, gyakorlatilag egy kabrió. Valahol az M1-esen egy család egy mikrobuszba fel akart venni egy menekült családot. Gyerekekkel, egy férfi, egy nő, meg két gyerek volt. És a fickó kiszállt az autóból, a kabrióból, oda ment a mikrobuszhoz, és megfenyegette őket. Hogy nem merészeljék el. Igen, hogy mindjárt bedobok egy kézigránatot közétek, azonnal szálljanak hitak, és stb. És valaki levideózta az egészet, mert pont az egyik internetes portálnak ott volt a újságírói, szépen telefonnal az egészet levideóztak, és meg egy Facebook csoport is alakult. Tehát, hogy ennek aztán végképp semmi értelme nincsen az ilyen szintű gyűlölködésnek. És valószínűleg, hát, hogy az autónak a márkájából, meg a vélhető árából, mondjuk az ember azt ki tudja sakkozni, hogy na, ő neki aztán végképp nincsen semmi félnie ezektől az emberektől, mert nem fogják elvenni tőle a munkáját, ha egyáltalán volt neki tisztességes munkája. Igen. Hát és a helyzet csak fokozódni fog, szóval állítok, most több ezre jönnek megint, tehát ennek bőven nincs vége, az osztrákok lezárják a határt, nem? Vagy azt mondják a németek, hogy köszönjük, lefölöztük, akit le akartunk, mert azért ezt ügyesen csinálják a németek, hogy most beengedték az első hullámot. Aztán jön a második hullám, ahol már majd az alulképzettek jönnek, ugye? És azzal kell majd nekünk mit csinálni. Tehát, hogy persze, ez nem fog megoldódni. De hát itt nincs más, mint az, hogy az ember próbáljon. Én legalábbis nem tudok más megoldás. Aztán persze a mindenkori politikának meg kell tudni oldani a dolgot. Szóval nagyon hát dermesztő, ami ott kommunikálni, van. Normálisan kommunikálni a németeknek, az osztrákoknak, meg a magyar kormánynak is egyébként, mert ez az össze-vissza kommunikáció, amivel csak összezavarják az embereket, meg egyébként a menekülteket is. Ez a befogadunk minden szíriait. Ja, nem csak azokat fogadjuk be, akik már itt vannak. Ja, nem csak azokat, akik szakképzettek. Ja, csak azokat, akik rászorulnak. Ja. Tehát, hogy ennek semmi értelme. Egyszer is mondjanak ki valamit, és az legyen úgy. Tartsák magukat ahhoz, de ne bekommunikáljanak össze-vissza, mert senki nem ért semmiből semmit. Döbbenet. Egyébként igen. És mondom, ezeket, hogy ölik egymást az emberek, az meg aztán tényleg elképesztő. Hogy ez csak fokozódik majd, amikor tényleg már családokon és baráti társaságokon belül hallott, hogy akkor most nem beszélek veled, mert te ezt gondolod róluk, vagy én ezt gondolom róluk, és kinek van igaza. Szóval kemény. Nagyon. Mindenesetre hát érdemes tényleg, ha valaki akar segíteni, én azért ezt elmondom, hogy mire van szükség. Most üres a keleti, azt hallod, de ha lezárják az osztrák, akkor pillanatokon belül megint rengetegen lesznek. Hogy aminek nagyon örülnek, a polifón például, az önkéntesek, a zárcipő, az okni és a hosszú kabát, ezek kellenek, tisztálkodó szerekből baromi sok van nekik, pelenka, tisztítókendő, tehát abból nagyon-nagyon-nagyon sok van. Az, hogy amint tudnak aludni, meg amiben mennek, az kell most nekik igazából. Élelmiszer is nagyon sok van. Úgyhogy hát nehéz lesz ez a helyzet, nem tudom. Muszáj erről beszélni, szerintem egy rádióműsorban. Sokan írják, hogy miért beszélünk erről, látom itt a kommenteket. Az, hogy milyen hangvételű kommentek jönnek, abban most bele sem megyek, de hát ez még csak most indul. Nem? Tehát ennek még nincs vége. Na jó, van 3-4-10 lesz, pontosan 7 perc múlva. Ja, még egy mondat, szerintem egyébként már beszéltünk róluk reggel, a rendőrség le a kalappal a munkájuk előtt, ahogy ők végzik a munkájukat. Nem? Amit látunk. Tehát az hihetetlen. Amit ők csinálnak, és amilyen emberséggel állnak a
a helyzethez is. Tehát hát és meg naponta még játszák ugyanazokat a köröket. Ezerszer mondja el, hogy... De le a kalappal előttük. Ezer tényleg. Embernek, és még jön 500, meg még jön 500, meg, és egy ilyen végén láthatatlan folyamata a probléma megoldásnak. Iszonyatosan komoly munkát végeznek, az biztos. Nagyon-nagyon kemény. Nekik lehet a legkeményebb. Hát ez milyen, hogy most a rendőröknek például ezeken az M1-es mellett végül gyaloglásokon, akár hát hogy hegyesen megy, ott megy elő egy rendőr, mellette két rendőr, hátul is egy rendőr. És az összes ember, aki kocsival elmegy mellettük, az őt is így anyázza, már bocsánat. Ő is ugyanúgy kap. Nagyon szomorú. Nagyon szomorú. Az egész helyzet. Az egész helyzet egyébként, igen. 3-4-10 lesz pontosan 6 perc múlva. Vannak friss közlekedési híreink. Van egy elég komoly baleset, azt írják a hallgatók, hogy az M5-ös bevezetőjén tolatnak az autópályán az M0-ás kijárata felé, és ott van egy baleset, a tolatásból azonban lesz még. M7-es 132-es kilométernél mindkét irányból trafi, ezt White küldte nekünk. Aztán a vasúti kereszteződés miatt az ürömi körforgalomnál hatalmas a dugó, de nem a körforgalom miatt, hanem a vasúti kereszteződés miatt. Dunakeszin az M2-es felüljárójánál van egy karambol, és emiatt ott is dugó van, valamint a csepeli bejáratnál szintén van egy nagy baleset, és a soroksári minden irányban meghalt, nem lehet közlekedni. Fót-Dunakeszi határában óriási csata benzinkútnál, és a 44-es szarvasi vasútállomásánál le van zárva, kerülni kell, és lépésben lehet csak haladni. Jó, úgyhogy vigyázzon mindenki magára. 3-4-10 lesz 5 perc múlva, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataiban. 3-4-10 van, pontosan szép reggelt kívánunk mindenkinek, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel. Állatok a lakásban, aki társasházban lakik, készüljön föl, nem tarthat csak úgy állatot ezek után, mert egy módosítás szerint a társasházban lakók lehetőséget kapnak arra, hogy önrendelkezzenek, milyen állatot szeretnek, nem szeretnek, és házszabályba írhatják, hogy ezentúl ki milyen állatot tartson. Ha a társasház megegyezik, a közgyűlés megtörténik, akkor papagájok, nyulak, rágcsálók, görények veszélyben. Kiszavazhatják őket. Mindenki megy, még az eddigi kutyák is. Így van, még a némakacsák is veszélyben van. Még a némakacsák is veszélyben vannak, idegesítő állatokat kerestünk a szomszédból. Valamint felhívtuk Varga Győzőt, hogy meséljen nekünk az új irigy-mirigy paródiáról, mert hogy megcsinálta az irigy hónajmirigy a Velhelló paródiát, apu vedd meg a rakpartot címmel, és erről faggattuk. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 9 óra múlt, 53 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok! Hello, mi újság? Milyen volt a hétvégéd? Fú, nagyon mozgalmas volt. Életünkben először kimentünk egy foci meccsre a gyermekeimmel, és ez pont a magyar-román. Oh, sokat beszéltünk róla reggel. Volt hallgató is adásban, aki elmondta, hogy mi történt. Hát ugye mi benn voltunk a pályán belül, ott néztük, hallgattuk a drukkereket, és aztán amikor jöttünk kifelé, akkor tapasztaltuk, hogy egy rendőr kordonvédi a stadionból kifelé igyekvőket, és aztán persze hallottuk a durranásokat, néztük aztán a híradásokat. Na bátor tudtuk, vagy azért, így gyerekkel. Hát én azért nem arra számítottam, hogy itt a stadion környékén háború lesz. Sokan nem erre számítottak, az mégis az volt. De azt gondoltam, hogy egyszer át kell élniük azt az élményt, amikor tele van egy stadion, és játszik a magyar válogatott. Hát az ünnep. Tud lenni. Igen, sejthetően a Feröer-szigetek ellen nem lesznek annyian kíváncsiak a magyar válogatottra, mint mondjuk a románok ellen. Hát ez most egy fontos meccs volt, igen, mint megtudtam. Nem lesz volna rossz nyerni. Tehát, hogy igen, a gyerekek szempontjából is nagy élmény lett volna. És lehet, ki tudtatok jönni, vagy nem volt semmi, mondják, simán, hogy amikor kijöttek akkor az aluljáróba, meg nem, a füstbombák, meg nem tudom, tehát nyugi volt? Simán, egy rendőrt megkérdeztük, hogy merre menjünk, és azt mondta, hogy minél távolabb, tehát hogy semmiképpen a Hungária körút felé, aztán elindultunk a Kőbányai út felé, tehát aha, igazából nem volt gond. Voltak lezárások, kicsit hosszabban tartott hazaérni, mintha mondjuk nem lett volna semmi, de olyan... Tehát semmi, csak a könygázból sem éreztünk semmit. Jó, de mondd meg azért a Rómának, ha még egyszer felgyújt egy autót, nincs karé ajándék. Hát most már elmondtam, hogy ők voltak. Ők voltak, mert nem nyert a csapat. Na de akkor nagy élmény volt. Nagy élmény volt. Aztán hétvégén kimentünk a Lovira. Azt képzeljétek el, még Annával összesítettünk. Te nagy! Volt ott egy ilyen food truck show, és a Feri pont a sziget kapcsán beszélt a Defalóról. Hát igen.
De nem is ez a lényeg, hanem a food truck-son már voltunk korábban is, hanem azt, hogy a lovin fogadtunk, ugyanis a belépőhöz hozzá tartozott egy ilyen lehetőség, hogy fogadunk. Hát azt se tudtam, hogy mi van. Helyretétre befutóra. A kislányhoz mondtam, hogy most vagyok itt először, mit kell csinálnom? Tehát van itt, nem tudom, 400 forintom, hogy mire tegyem. Csókolom rá róla. Hát itt van ez a, nem tudom, 8-as, 9-es, 7-es, 2-es, hát valamelyiket tegye meg. Mondom, és ezek a lovak? Hát nem, hogy ez a sorszám. Ja, jó, és akkor megtettem. És? 800 forintot költöttünk, és hazavittünk 860-at. Ó, hello! Te jobban jártál, mint mi a Janival. Valaki ott itt a pulton az apró. Ez menő. De ez jó. Nem játszottátok el az összes pénzeteket első, de ez jó. Volt, és ráadásul, ami nagyon-nagyon jó volt, és ezt nagyon díjaztam, hogy kutyabarát rendezvény volt, úgyhogy kutyával lehetett menni. Ez klassz. Ez jó. Hívjuk a nap hallgatóját. Az új kutyussal. És az új kutyussal mentünk. Végre kaptatok olyat, ami passzol az autószínéhez. Morning show! Az bizony, hello, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Borcsa, jó helyen vagyunk? Igen, igen. Hello, azt írtad, nekünk a lépcsőházunkban nem szabad kutyát, macskát tartani, egy idős hölgynek mégis van kutyája, azt mondja, csak vendégségben van nála. Ez igaz? Igen, ez így van. Tényleg, és mióta van ott a kutya? Hát mióta mi itt lakunk, 3 éve azóta. Hosszú vendégeskedés. Milyen kutyáról van szó? Szerintem egy Jack Russell Terrier. Az egy heves vérmérsékletű kutya. Borcsa, hol hallgatsz minket? Berettyóújfalu. Berettyóújfalu, jól van. Dolgozol? Most nem. Most nem. Jövő hónapban kisbabám születik is. Ó, hát akkor már készültök első gyermek? Igen, így van. Sok szerencsét. Köszönjük szépen. Jó lesz az, majd jó lesz. Aha. Jó lesz, tényleg jó lesz. És féltek már? Tudod, ilyen hülye kérdések. Igen. Nem, amennyire kell, csak annyira. Nem is kell. Borcsa, küldjük az ajándékcsomagot, örülünk, ha női hallgatónk a nap hallgatója, mert ez mindig külön öröm, általában pasik szoktak lenni. Én is örülök neki. Köszönjük, ciao. Én köszönöm. Hello. Szia. Csabikám, remek zenék? Na most mondok egy olyan nevet, ezt várjátok mindig, hogy mondjak valami újat, vagy mondjak valami olyat, amire felkaphatjátok a fejeteket. Tessék, Cibi Norbi. Na, Cibi Norbi? Végre. De jó, van zenéje neki. És azt se tudjátok, hogy ki a Cibi. Muszáj volna tudnom, hogy ki a Cibi Norbi, kell? Nem baj, nem tudom, csak ha kell tudnom, én tudom. Volt egy tehetségkutató nemrég a TV2-n, a Rising Star. Igen. Azt sem nézted, valószínűleg. De belenéztem. Nem így az, mert TV2-t is nem nézted, de ez nem így van. De nem néztem. Én sem arra gondoltam, hogy azért, mert másik csatornát. Láttam, néztem. Azt gondoltam, hogy már amióta te az X-faktorban nem szerepelsz, már a tehetségkutatók sem érdekelnek. De én az érdekes tehetségkutatókat nézem. Majka Nóri, nem? Ugye ők vezették kettőt. Azt viszont én nem tudom, de a Cibi Norbi az a... Jó beszélgetés. De kettőn együtt ismeritek. Ők voltak. A Cibi Norbi az a fiatal ember, aki 50 kilót fogyott azért, hogy a képernyő képes legyen. Ez jó, a verseny előtt. És énekes műsor, milyen a hangja. És a másik Norbi lecsapott már rá? Norbi a Normira. Jól énekel? Nagyon jól énekel, és most már van saját dala is. Menj tovább. Ezt fogjuk majd meghallgatni közösen, jó? Cibi Norbi, meghallgatjuk. Jó van, 555-55-00. Jó, kérjetek Csabitól dalt, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Hello! Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.